Sziasztok! Ez itt az Anime Barátok Podcast újabb élő adása. Jelenleg itt van velünk Haku. Sziasztok! És én Dragon. Illetve Dragon. Ritz pedig majd később csatlakozik hozzánk remélhetőleg. És igen, most egy bunkó paraszt voltam, és saját magamat mutattam. Mert én voltam a bunkó paraszt, és nem figyeltem. Nem. Csá, gyerekek, mi a helyzet? Régen beszéltünk már. Annyira, hát, annyira, nem most volt. Jó itt lenni. Mindjárt meg is nyitom a videó streamjét. Mert videó nélkül nem élet az élet. Ja, most egy kicsit le vagyok maradva, mert én közben tárhelyet nézek magamnak. Illetve melyes kóles dolgokat nézek. Ahogy látom, egyetlen egy ember sincs itt. Nem baj, majd lesztek többen. Nagyon korai ez a stream most. Ilyen korán még talán nem is kezdtünk soha. Hát, ja. Jajajajajaj, közben nekem elindult a stream hanggal együtt. Ó. Oh. Nem lesz, ami lesz. De amúgy előttem Norbi itt van, úgyhogy. Szerintem ő meg akkor írt ki, amikor... Nem. Itt vannak. Na, akkor itt vannak az emberek. Miről lesz szó? Hát, maga a csatornánk arról szól, hogy mégis pár anime kedvelő srác és vagy perlány, még azt eldöntik majd 18 éves korúba, animés dolgokról beszél, mindenféle otaku, mindenféle jégkultos dolgokról beszél, én az anime manga, vagy bármi, ami Japánnal, illetve a kelet-ázsiai dolgokkal kapcsolatos, illetve a magyar anime kultúráról. Igen, kultúráról. Csak hogy egy kicsit konkretizáljuk, hogy kik, mert ugye, hogy mondjam, tehát leginkább olyan emberek beszélgetnek ebben a műsorban, akik valamilyen szinten kötődnek van, vagy fansubhoz, vagy esetleg Japánhoz, mert voltak kint, vagy ilyesmi. Tehát, hogy azért nem mindenki kerülhet csak úgy be ebbe a podcastbe. Leginkább ez meghívás most elég snobul hangzott, na mindegy. Igen, ez elég gonoszul hangzik, de mondjuk ki, őszintén ide bekerülni leginkább meghívásos folyamattal lehet. De hogyha úgy gondoljuk, hogy te jó arsz vagy, és szeretnék, ha velünk beszélgetnél, akkor meghívunk, gyere fel, dumcsizzunk, mi a helyzet, hogy vagy, aztán meglássuk. Igazából általában négyen szoktunk itt lenni. Ritz a Ritz Ronin Factories-ből, szerintem őt nem kell bemutatni. Mindenki ismeri, legalábbis nagyon sokan ismeritek. Lehet, hogy nem is tudtok róla, hogy ismeritek, de már néztetek olyan animét, amit ő fordított, vagy ő dolgozott rajta. Ugye itt szokott lenni még Dragon, aki most is itt van velünk, Csániga. Illetve még Dante is itt szokott velünk lenni. Ők ketten az Anime Hunter csapattagjai. Dante lektorálni szokott, meg régen fordított, és Dragon pedig maga a csapatnak a vezetője. Én pedig Haku lennék, az Otaku Fórum tagja, mint fanszub, mint pedig bármilyen Otaku Fórumos projektnek én vagyok az atyafia. Illetve még ugye a meghívásos dolgok jöttek, mondjuk itt volt már velünk Daisetsu, aki ugye az anime kommentárt vezeti, itt volt velünk egyszer Yuzu, aki kint egy Japán megy jó egy másfél évig, mint cserediák, szóval ő első kézből tudta nekünk mondani a dolgokat. Volt még valaki más? Ja, igen, Yasu. Meg Yasu. De is? Yasu is bent volt egyszer? Igen. Akkor volt az, amikor nem lehetett hallani semmit tőle. És így mindenki nagy csendben figyelt, és így mit mond? Ez nem Tsundere volt? De itt most Yasu a neve a cseten. Nem, Yasuo az nem Tsundere. Mi pedig az a képe? Nem, Yasuo szerintem nem volt fent velünk. De... Itt már meg, én nem emlékszek rá. Na, mindegy, és a lényeg az, hogy így ilyen animés arcok dumálnak animés dolgokról. Most a... Ne, mai nagyon témáink... szépen elmondtad. A mai témáink nem sok van, olyan három, azt hiszem. Illetve majd ilyen ad-hoc módon bejönnek majd a dolgok. Illetve hát ti is mondhatok témát esetleg. Hát igen, erre gondoltam, hogy ad-hoc, de igazából azt kell képzelni, hogy
Annyira nem készültünk fel, hogy azt sem tudjuk, hogy mit fogunk most beszélni, de jó lesz. Na szóval, üdvözlünk akkor mindenkit, és kezdjünk is be. Na, drag, mit gondoltunk, mivel kezdjünk? Hát, akkor kezdjünk a legszomorúbb hírrel szerintem. Hát ugye Origa, tehát aki követi a Mondónak a Facebook oldalát, meg esetleg a hírportálokat, ők már tudhatják, hogy Origa a Standalone Complexnek a énekesnője, aki ugye az openinget énekelte, meghalt a napokban. És hát nem tudom, hogy mondjam, nem találom a szavakat az Andyból. Az egészben a legszomorúbb az, hogy még nagyon fiatal volt, azt hiszem 40-valahány éves volt a hölgy. És tényleg olyan gyönyörű, hát nem az, hogy gyönyörű, annyira egyedi hangja volt, hogy kár érte. Mindenkiért kár, aki úgy hunyt el, hogy nem, ezt nagyon szarul fogalmaztam meg, srácok. Mindenkiért kár, aki meghal. Nagyon, nagyon szeretni kell az embertársainkat. De ő érte pláne, mert hogy még előtte volt az egész karrierje igazából. 44 éves volt, azt hiszem. Igen, 44. Ez szokták. És ugye a karrierjének a fénypontja a Ghost in the Shell volt, viszont ugye több animében is volt az ő hangja, például a Fantastic Children-ben, ott is a főcímdal előadása volt, illetve az ending. Princess Erét, ezt nem tudom, hogy kéne ejteni, abban annak a móviában a főcímdal előadása volt szintén. Szóval nem volt sok, amiben szerepelt, de szerintem a Ghost in the Shell hozta majd neki a sikert. Mert ugye mindenki ezt ismeri, mint... Hát az a legmainstreamebb. Nem az, hogy a legmainstreamebb, de a legmainstreamebb igazából. És igazából az a helyzet, hogy nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy jó hangja volt, gyönyörű hangja volt, de nem mindenkinek ezt fogta meg, nem mindenkit ezt volt meg, hanem az, hogy ahogyan előadja a dolgait. Három nyelven énekelt, ugye... Tudni kell róla, hogy orosz származású énekesnő, de Japánban élt, illetve él, igen, Japánban élt szegényként. És három nyelven énekelt, oroszul, japánul, angolul, és azt hiszem még latin is volt az innen. Sőt, azt hiszem keverte is néha. Igen, igen, hogy egyszerre három nyelven énekelt, vagy még több, mert a Standalone Complexben azt hiszem latinul is énekelt. Na, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy olyan varázslatos hangulatai volt annak a számnak, illetve a számainak, ami nagyon egyedivé tette az egészet. Ha megtehetnénk, bejátszanánk nektek, de... Na igen, sajnos a YouTube nem engedi. Nem lehetjük meg. Adás után, vagy közben, vagy ahogy akarjátok, keressetek rá arra, hogy Inner Universe Ghost in the Shell meg fogjátok találni. Vagy szerintem ki is rakhatjuk majd a videó leírásába. Jó, na, akkor már ezt utólag beleszerkeztem. Igen. Mert tényleg, aki eddig nem hallotta, annak mindenképp érdemes meghallgatni ezt a számot. Az egyszerűen olyan varázslatos hangulata van annak, hogy beszippant. Hogy is mondjam? Letisztult, utopisztikus cyberpunk hangulata van annak a számnak, ami egy kicsit ilyen, mintha úgy kellene elképzelni, hogy csak a szám alapján, hogy a Ghost in the Shell egy olyan anime lenne, amiben régi dolgok vannak új köntösbe. Mondjuk ugye erre gondolva, hogy ilyen középkori dolgok vannak, csak sci-fi-jal, szóval tudománnyal megspékelve. Kicsit olyan, mint a Warhammer 40K-nak a világa, nem tudom, hogy ismeritek-e. Na. Nagyon gyönyörű monológ. Meg azért mondjuk a Ghost in the Shell-ben azért vannak érdekes felvetések mondjuk. Tehát magát az animét is érdemes megnézni. Aki hát esetleg még nem látta. Igen, aki fiatal volt, fiatal és még nem látta, illetve eddig kimaradt az életében, annak mindenképp érdemes megnéznie. Ajánlom, hogy... Ja, és felirattal, ne szinkronnal szerintem, bár a szinkron is elég jó. A szinkron is jó volt, én először úgy láttam. Igen. De felirattal én utána megnéztem, és jobb egy kicsivel. És a lényeg az, hogy az első két mozifilmmel kezdjétek. A sima Páncélbazár szellem, Ghost in the Shell, illetve a második része az Innocent. Nem tudom, mi volt a magyar fordítása.
Ezt meg És nem azt se kell, hogy tudom. mondjam, hogy a második rész jobb volt, mint az első rész. De Legalábbis. maga a sorozat is jobb, mint az Igen, maga, előzőleg igen, megjelent és két utána film. pedig a standalone komplexet érdemes megnézni. Fun fact, de nálunk Magyarországon is adták a standalone komplexet, mégpedig a Music Televisionben, tehát az MTV-n adták. Ami azért egy elég vicces Lol. dolog, Na, mert ezt egy mondjuk ilyen. nem tudtam. De amik az MTV-n mindig mentek ilyen dolgok. Sőt, ott ment először a Ghost in the Shell sorozat, azt hiszem. Igen, ezt mondom, hogy a standalone komplexet azt ott indították az MTV-n. És így az anime világ magyar része, az így nézett, hogy MTV, hát jó, az egy fiatalos csatorna, de hogy konkrét sorozatot adjon le. Hát Na, igen. az így elég fura volt, legalábbis nekem. És akkor tök jó volt, néztük a tévébe, vágod, a tévében néztük a Ghost in the Shell-nek a sorozatát, és ott is egész jó volt a szinkron hang. Azt hiszem, a legtöbb hangot megtartották a sorozatból, de ebben most már nem vagyok biztos, nagyon régen láttam. Azt hiszem, csak pár mellékszereplőnek meg talán Batonnak a hangját cserélték le. Ja, úgy emlékszem, hogy a Baton le lett volna cserélve. A mozifilmekben Baton hangját ugyanaz adta, aki a Jiraiya hangját adta. Igen, nekem ezért szokatlan, mert most elkezdtem nézni, amit megkaptam az egyik kaszetásomtól Ghost in the Shell Movie-t, és hát fura. Szóval, mert tudom hova párosítani ugye a hangot. Ami érdekes, mert a Ghost in the Shell-nek szerintem kifejezetten jó szinkron hangja. Egyszer erről majd elbeszélgethetnénk a magyar szinkronról. De szerintem ezt most is felvezethetjük. Felvezethetjük, de értelmesebb, hogyha egy ilyen kis spin-off nem live adásban szerintem. Ja, igen. A srácok, viszont azt megírhatjátok, hogy ti hogy szerettek jobban, hogy nem, hogy preferáltok animét nézni. Hogyha lenne erre rá lehetőségetek, akkor néznétek a szinkronosan az animét, ezt nyugodtan megírhatjátok. Csuta Félix írta, Nyilván, tehát hogy... igen, Csuta Félix írta, hogy mi a kedvenc animék, ezt egyszer már kiveséztük. Nem mondom, hogy hallgass vissza, mert azt sem tudom, melyik adásban volt. Nekem a Steins Gate, illetve a Clannad After Story van így egy szinten, és még nagyon sok más, amit nagyon szeretek. Dragon? Hát érzelni valamit nagyon szeretek az a Helsing, az Ovai is, meg ugye a rendes sorozat is, meg a Fullmetal Alchemist, igazán mindkettő, bár a Brotherhood az kicsit jobb. Meg hát ugye a Death Note. Szerintem is jobb amúgy a Brotherhood. Ja, amúgy tényleg. Brotherhood. A mostani Attack on Titan manga is afelé kacsingat, hogy olyan legyen, mint a Brotherhood. Neked mi volt a kedvenced? Melyik része fogott meg a Brotherhoodban? Az nem is baj szerintem. Egyáltalán nem baj, nekem nagyon is tetszik, ami ott történik benne. De így igazából nem tudom, szerintem így maga a történet, meg az, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz ugye Erik, meg... Sőt, na, Erik? Erik, meg ugye Alphonse. Ja, nem, Edward és Alphonse. Vagy, ja. Edward, az te. Mert Edward, Erik, jó. Igen, meg Alphonse. Ez a betegség nem tesz jót. Nem. Ja, viszont az a baj, olvasom most a kommenteket, hogy nem valószínű, hogy lesz új szinkronos animénk, ha csak nem moziba valamelyik Miyazaki film. De ha jól emlékszem, hogy Miyazaki filmet se szinkronizálták mellé, a Széltámadottat. De, szerintem az volt. Annak lett szinkronja? Szerintem annak lett. Tavaly év végén adták le nálunk moziba, azt hiszem csak pár helyen, és ott feliratosan ment. Sőt, volt külön műsor, arról valamelyik YouTube csatornán, aki kín volt a mondónak a kerekasztalán, aki fordította az egészet. Nem, az a baj, nem emlékszem már a nevére. Nem tudom, esetleg, hogyha gondoljátok addig, kedves nézők, akkor nézzetek már utána ennek. Ja, hogy volt a szinkronosan esetleg. Tessék? Megköszönnénk, hogy megnéztetek. Ja, hát, igen. Berki Norbert, ez egy Slayt kérdezem, te láttál ukránul animét? Milyen? Hogy kell elképzelni az ukrán szinkronos animét? Nem úgy, hogy bebasznak, mint át, és akkor... Azért csak nem. És akkor fél részeges, és így bemennek, és... Részegesek vagyunk, de... Hát jó, de ők isznak, de mi esetleg kokózunk, meg elütünk embereket, de...
Jaj. Passa felirat volt. Na. Na szóval, és amúgy Brotherhoodról még annyit, hogy én ezt szinkronosan néztem meg. Ugye az első Full Metal Alchemist sorozatot én még anno azt hiszem az Animatrix fordította, és ezt felirattal nézem. Viszont a Brotherhoodot én már magyar szinkronnal néztem meg, és egész jó volt a szinkronja, azt kell, hogy mondjam. Nem volt szar. Fú, most nagyon durvára gondoltam. Még jött így a csehbe, hogy ukrán anime. Most milyen lehet egy ukrán anime, ami konkrétan az ukránok készítenek, nem szinkronizálnak. Hát, krumplival. Ne. Szerintem. Vodka helyett krumplival. Nem, krumpliból nem vodkát csinálnak, hanem animét, és azt hiszek meg. Csak. Na, Dobai Ádám, ő a szinkron színész volt, nem? Ez olyan, ami neked ne kérdez, én nem tudom. Dobai Ádám, az egy szinkron színész, illetve egy színész. Múltkor pont megnéztem, mert nagyon jó hangja van. Ja nem. Nem. Dobai Ádám az Annie Vövő. Olyan? Nekem egy pillanat, gyerekek. Igen, kérlek, köszönöm, hogy szóval Dobai Ádám az, aki fordította a széltámadottat. Na. Addig átolvasom a kommenteket, mert imádlak titeket, ami érkezett. Az a baj, nem akarok lépni a témákba, mert a Dragont azért meg kéne várni. Mesélek pár dolgot mondjuk arról, hogy én miképp szinkronizálnék egy animét. Na jó, nem, azért ez egy durva lenne, mert én inkább ne szinkronizáljak animét, mert ők beszélni se tudok. De... Na, visszajöttem. Jó van. Igen, másik oldalról is megkaptam, hogy tényleg Dobai Ádám volt az, aki csinálta hozzá a feliratot, és ő a Mondóban is szokott írogatni. Közben egyébként, ha akartok, frissítsétek a live-ot, mert betettem a leírásba az Inner Universe-nek a linkjét. Na, nice. Kötetlen beszélgetés bármely témákról, de leginkább anime témákról. Hát most... Nem jó az. De. Na, akkor lépjünk tovább. Hát szerintem az eléggé kiletvesézve. Na, srácok, nem tudom, hogy ti mire emlékeztek, de Némó kalandjai megvan? Vagy a Disney Atlantis film? Japánban, nem azt mondom, hogy trend, de egy ötlet támadt. Széltámadt, egy ötlet támadt. Hogy éljenek a víz. De mondjuk valahol logikus amúgy. Logikus, 100%-osan logikus, mert tudni kell Japánról, hogy nagyon-nagyon túl van népesedve az ország, és viszonylag kis helyeket tudnak bérelni japánok, hanem hogy saját lakások olyan bérelni szokták, mint a nyugati világban mindenhol, nagyon drágáért. Nem tudnak hova terjeszkedni, nem tudnak már hol lakni, és arra azt találták ki, hogy jó, mindenhol víz vesz minket körül, akkor építkezzünk a víz alá. Konkrétan egy ilyen hotelszerűséget kéne elképzelni, ami nem fölfele megy, nem ilyen skyscraper, tehát felhőkarcoló szinten fölfele megy, hanem ugyanazt csinálja, csak lefele. Kár, hogy nincs kamerám, mert így láthatnátok, hogy mutogatok össze-vissza, nagyon vicces. Igen. Na. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyre közelebb van a jövő. Ez így a japán város miatt is, illetve amiatt is, hogy nem tudom, hogy ki látta a Microsoftnak a bemutatóját, pár napja volt. De nem kell messzire menni amúgy, hát a hírekben is volt, hogy például most már lassan emberszabású robotoknak a gyártásába is bele fognak kezdeni. Igen? Hát igen. Nem tudom már mióta, szerintem, hogy ilyen 30 éve próbálkozik, főleg Japán a humanoid. Igen, csak most úgy csinált, állítólag, én ugye nem láttam a híradót, megmondom, hogy szintén anyám látta, és ő mondta, hogy volt benne egy olyan robot, aminek rendesen arca volt, és úgy nézett ki, mintha egy ember lett volna.
És Igen, ezt... válaszolt kérdésekre. Azt láttam, azt még egyetemen informatikai rendszerek alapjain bemutatták nekünk is. Nagyon durván meg van csinálva. Igazából egy ilyen személyi asszisztens... És én igazániból az a baj, hogy oké, ez szép és jó, csak ugye kiindulva a Terminátornak a... ment a filmnek ugye a jövő képéből, nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet, de hát... Nem. Mesterséges intelligencia, az kell a robotoknak. Erről tarthatnék egy külön podcastes is igazából. Ez az egyik kedvenc témám. De meg lehet oldani arra az, hogy ne legyenek ilyenek, mint a Terminátorba. Pláne, hogyha megpróbálnánk betartatni velük a Robotika 3 törvényet. Valaki, Asimov, bárki, mindegy. Vagy csak én a robot? Vagy csak én a robot, abban is benne volt ugye a Robotika 3 törvénye. És igazából az összes robotos filmben ezt használják. Asimov ezzel nagyon nagyot alkotott. Imádom Asimovot, nagyon jókat írt. Nagyon-nagyon elmés az írása, hatalmas univerzumot teremtett. Ugyanígy vagyok Tolkiennel, aki ugyanúgy hatalmas univerzumot teremtett, de nem tudom olvasni a könyveit. Na, Csuta Félix, tényleg milyen lenne egy NerveGear? Erről akartam beszélni egy picit. Igen, mert konkrétan majdnem, hogy ezt csinálta meg a Microsoft most. Microsoft bejelentette a HoloLens-t, Microsoft HoloLens-t, ami egy VR eszköz, ugyanúgy VR eszköz, csak más, mint a többi. Nem arra szolgál, hogy egy teljes képet vetítsen neked, nem olyan, mintha egy monitort néznél, nem az, hogy olyan, mintha egy játékban lennél benne, hanem mindenféle plusz segédeszközöket ad az élethez. Ezt úgy kéne elképzelni, mint a Iron Man, ugye vasember. Hát, ja, az van hozzá legközelebb. A Jarvis, hogy felveszed a szemüveget, és mondjuk jobbra tőled kijön egy kis ablak, ugye semmiből, és ott van egy Skype beszélgetés. Vagy veszel magadnak meg a kisfiadnak egy ilyen szemüveget, és leültök egy teljesen üres asztal elé, és elkezdtek Minecraft-ba legózni. Na, csak ez milyen hülyén nézett ki a valóságban. Igen, kiskelet meg az apja ott legózik Minecraft-ba, és így anya jön be, hát ti mit csináltok? Hülyék vagytok? Igen. Azért elmerodjant a férjem meg a fiam is. Mindegy. Az Oculus Rift, ahogy mondtam az előbb is, más. Mert ténylegesen nem. Microsoftnak a HoloLens az egy segédeszköz. Egy nem is segédeszköz, egy kiterjesztett valóságot ad. Hát tulajdonképpen igen. A VR eszközök is hasonlót adnak, csak más felhasználási módjuk van. Konkrétan a HoloLens az a valóságba épít bele nem valós részeket, míg a többi VR, mondjuk az Oculus Rift, a Morpheus, meg a hasonló, azok egy teljesen kreált világot alkotnak, amiben élhetsz. Sőt, egyébként, aki mondjuk látta a Vasember 3-at, és volt benne egy olyan jelenet, amikor így hologrammal kivetítette egy robbanásnak a képét. Igen, hát kb. Úgy kell elképzelni, hogy ez így fog kinézni. És egyre közelebb állunk ahhoz a technológiához, amivel a NerveGear-t meg lehetne csinálni. Igazából ezzel azt mondhatnánk, hogy igazából már csak az agyhullámokat kéne befolyásolni. Ha az meg lenne, akkor minden mást is meg tudnánk csinálni belőle. Bár ezt szerintem tapogatókkal, meg mindenféle apró bizbasszal meg lehetne oldani, csak hát az a baj, hogy az első NerveGear valószínűleg nem lenne túlságosan hordozható. Egyáltalán nem lenne hordozható egyrészt, másrészt leolvasni le lehet tapogatókkal, viszont befolyásolni nem. Hát az, ja. Befolyásolni... Azt szerintem ez kb. Úgy fog kinézni elsőnek, mint egy ilyen MRI gép talán. Valami olyasmi, igen. Befolyásolni maximum ugye külső hangokkal, zajokkal, fényekkel lehet, illetve diódákkal, agyba kötött diódákkal, amit tehát én nem szívesen vállalnék el egy játék miatt. Mert én akkor inkább leülök a gép elé, azt tolom a vovot, vagy valami. Hát mondjuk, ja, azért az eléggé szar, hogy szétkardoznak, aztán fölkelsz, azt így nem bírsz felállni, mert... Igen. Amúgy ez lenne a durva. Szerintem ezt Föld átlományban meg is gondolkodtak is rajta. Milyen a valóságban kihatott tényleges következményei lehetnek a játékban eltörténteknek?
Hát igen, ez volt ugye az aló részében. Igen, a Google Glass is egy AR kiterjesztett valóság. Csak az picit gyengébb, mint ez a szemüveg lesz, ez nagyon igen, durva. Ez a Microsoft-os HoloLens, ez egy wall another level. Szóval ez egy teljesen más szint a Google-nak lesz képest. Hát csak sajnos nem ma fog megjelenni. Még ebbe az évbe. Azt Azt írtak, hogy ebbe az évbe? Még ebbe az évbe. Elméletileg a Oha. NASA már használja a kutatási célokra. Ami De azért miért nagyon van hallod? az? Komolyan mondom, egy 5 év múlva, nem, na jó, azért az nem. Egy 20 év múlva elérjük a Goose in the Shell-nek a világát, és gyerekek, ez a podcast adása Goose in the Shell-nek lesz szentelve akkor. És... Hát jó, szerintem az egy kicsit több kell, mint 20 év, mert azért igen. még ott nem tartunk, hogy Nem, azért tényleg ilyen, 20 év azért meg kevés lenne. hogy egy ilyen teljes, hát lelket úgymond átültessünk egy gépbe, mert azért az kicsit meredek Thomas technológia Andrest még. láttad? Láttam, de... Én nem láttam, viszont ennek is nagyon hasonló az hasonló, igen. alapjogához. És Na, ott is mondja. felmerül ugyanez, hogy ugyanez az ember, aki ugye beletette a személyiségét, vagy nem. Tehát így... Mert ott azért picit durván van már vége felé megoldva, mert ott konkrétan nanorobotokkal belemegy emberekbe, meggyógyítja őket, később pedig az egyiket át is alakítja a saját képére. Hű. Én amúgy a Transcendence egy nagyon jó film lett volna, legalábbis én ezt hallottam, mert Johnny Depp játszik benne, aki egy nagyon jó színész, én nagyon szeretem őt. Igen, meg hát azért ez sokkal jobban áll hozzá, mint a Jack Sparrow, bár azért... Hát mondjuk egy ollókezű Edwardot nem fog überelni. Hát mondjuk, ja. Hát igen, 20 évvel ezelőtt senki se gondolta volna, hogy egy konkrét szuper számítógépet fogunk a zsebünkben cipelni. Vágod? Szerintem, hogy ezt valaki egy 10 évvel ezelőtt mondja nekem, hogy lesz ilyen, hogy tablet, és hogy érintőkijelző, meg hogy tudok rajta ezt meg azt csinálni, tuti kiröhögöm. Érintőkijelző akkor is volt, csak nem használták szinte sehol sem, mert igen, nem volt mire. De ugye én ezt nem tudhattam gyerekfejjel. Igen, igen, Nem igen. is tudtam róla, hogy egyetlen létezhet ilyen technika. Csak Hogy nem tudtuk mire használni, akkor voltak ugye a repülőtérek, a termináloknál, tudod, akik irányítják az egészet, ott használták, és ennyi, sehol máshol nem használták akkor érintő kijelzőket. Szerintem lesz, hogy ez nem is a Néme Barátok podcast lesz, hanem IT podcast. Nem baj, mert átnevezem annak, hogy egy kicsit ilyen IT is, de nem baj amúgy. Igen, Horváth Norbert teljes mértékben igazad van, 20 év múlva Max tényleg nerfgear lesz. Nerve gear prototípus, de itt ez még nagyon messze. Igen, bár én befizetnék azért egy olyan testre, csak addigra már valószínűleg nem nem fogok élni. Én, hogyha egy ilyen világban lennénk, én biztos az ember párti lennék. Humán párti, hogy mindenki maradjon olyan, amilyen. Nem tudom, én azért kipróbálnám. Ezért elővel játszottál? Deus Ex valamelyik részével? Nem, sajnos. Human Revolution, vagy valami? Kimaradtak ezek így nekem. Én nemrég megvettem a Human Revolution, nagyon jó játék, próbáljátok ki. Nekem az irányítás egy kicsit szokatlan volt. Abból is ez volt a helyzet. Az, hogy voltak magánvállalatok, akik mondhatni erőszakosan átalakították az embereket gépekké igazából. És egy drog kellett ahhoz, hogy bírja a testük ezeket az implantátumokat, és ezzel a droggal kereskedtek, szóval saját maguk csinálták a piacot. Nagyon durva ebbe belegondolni, hogy mit tartogathat a jövő. És akkor... Na jó, de amiről én beszélek, az nem is az, hogy implantok, hanem hogy teljes test. Ja. És akkor az, úgy gondolod, hogy ez akkor az agyad is teljesen kibernetikus lesz? És csak a lelkedet ültetnék át? Hát igen, én arra gondoltam, mert hát az a legegyszerűbb, mert hogyha tényleg az, hogy most lesz fűrészeljük a kezemet, és lesz egy robotkész, hát nem lenne fájdalmas. Á, nem. Há. Nem, ez igazából tényleg a már dizéből, ugye már nem akarom kimondani ezt a szót, hogy fogyatékos, muszáj lesz. Mert nem fogyatékosak, egyszerűen más az élethelyzetük. Embereknek lenne a legjobb.
Neki csak Hátrányos lehet hasznos. ügyeknek. Horváth Norbert, igen, kvantum és mély alapú számítógépek. Sajnos ezt már 40 éve mondogatják, és én azt mondom, hogy még a mi életünkben ezt meg fogják is valósítani, de nem most lesz sajnos. 20-30 év az még szerintem kevés hozzá. Igen, mondjuk azért a PC-k elég lassan fejlődnek. Hát nem tudom, nekem 7 éves a mostani konfigom, és van egy dual core-os processzor. Igen, dual core-os, két magos dual core. És ma 8 mag. Hát ez 8 még mag, pont 2,3 GHz, vagy 3 GHz. 16 GB RAM. De ez a konfig, ez még pont elég. Hát, nekem már lassúcska. Lassúcska, de ha belegondolsz, igazán még, ha a legújabbakkal nem is, de a tavalyakat még úgy viheti. 40 Ritz, papa. Jó van, Ritz, akkor várunk a Hangoutsban. Nem, nem jön a Hangoutsban, mert meghalt a mikrofonja. Jó. Na, Ritz, akkor szia, bipám. Akkor nem fogom a Civilization-ezni, ugye? Na szóval, akkor menjünk tovább. Nem, maradjunk itt. Szóval, víz alatti város. Miért lenne jó? Miért ne lenne jó? Jó, azért lenne, mert viszonylag olcsóbb lakhelyeket tudna nyújtani a japánoknak. Nagyon futurisztikus lenne, nagy lenne, hogy is mondjam, a turizmus turisztikai értéke lenne. Hát egy darabig biztos. Hát egy darabig biztos, mert ki nem akarná megnézni Nemo kapitánynak a virágát, a víz alatti várost, ki nem akarna Atlantisba lenni egy picit. Illetve még az is pozitív dolog lehet, hogy tényleg lakhatást biztosítana sok-sok embernek. Ami azért egy túlnépesedett országban nem kicsit jó. Igen, csak valószínűleg túlzásba lesz majd víve olyan szinten, hogy már bármi megtörténhet, tehát jön mondjuk egy tengeralattjáró, esetleg beléjük megy. Jó, ez... Nem, az kizárt dolog, mert vannak szabályok, aminek meg kell felelnie, mind a városnak, mind pedig a hadi... Jó, nyilván, csak így azért, tehát lehetnek ott azért dolgok. Leginkább a természeti katasztrófák azok, amit tartani kéne, és ez tényleg a negatív oldala, ez a hátránya. Bármilyen nem számít. Mert sok szennyeződés fog onnan kikerülni, az biztos. És több ezeren vagy több millióan halnak meg. Mert jelenleg csak 5000-en, mert annyian tudnak lemenni, azt hiszem. Ha bármi probléma adódna, akkor az ott lévő összes ember halálra lenne ítélve. Hát az biztos. Valami nem számított probléma adódna. Az adatok teleportációját? Az azért durva. Na szóval. Ténylegesen természeti katasztrófák lehetnek azok a hátulütői ennek az egésznek, amikre nem lehet számítani. Ki számított Fukushimára? Ki számított arra, hogy jön egy tájfun? Bármi, vagy bármi. Jön egy tájfun, és a tájfunnak a mondhatni utószede egy nukleáris katasztrófa lesz. Ugye Japán egy törésvonal alatt helyezkedik el maga, hogy talán nem akarok butaságot mondani, javítsatok ki. Bocsánat az értetlensége miatt. Egy vulkánból alakult ki, nem? Nem vulkánból, mindegy. Nem. Vulkanikus dolgokból alakult ki az egész, és maga az egész egy törésvonalon van, ezért van annyi földrengés, tájfun hasonló környéken, és egy ilyen, mondhatni, ingergazdag világban ezért ez egy nagy befektetés lenne. Ha azt mondanánk, hogy mit tudom én, Kelebiánál, vagy valahol a horvát tengerpartnál építsünk egy ilyen várost, oké, abban benne lennék, mert ott semmi nincsen konkrétan, csak a turisták, vagy mondjuk az angol partoknál, de ott azért durva lesz az ott lévő embereknek az élete. Na. Igen, ez így tárgyaltuk.
Nem, van amúgy webkamerám, csak nem fogom bedugni nektek. Igen, közvetlen ezek határára gondoltam. Köszönöm a kérdést. Na, Katosz, köszönöm a javítást. Nem vagyok egy nagy földrajztudós. Ötös meg volt még középiskolában, de ennyi. Na, és nektek mi erről a véleményetek? Ti laknátok egy olyan helyen, ahol igazából semmi nem vesz körül titeket, csak a maga a víz Víz. és pár ezer tonna vasbeton és üveg. Ti megmernétek ezt kockáztatni amúgy? Mert én nem. Én szerintem maradnék a földön. Még hogyha háromszor annyiba is Mit? kerül Nem az ennek egész. körülnéznek és jönnék fel. Igen, ez egy turistaként szívesen elmennék oda. Mert amilyen pechem van, szerintem biztos akkor jön egy 10,3-as földrengés. Igen, azért kalandoztunk el az anime világától, mert nincsenek híreink, animés híreink. Most beszélhetnénk arról, Ilyen hogy miért... animés bejelentésekről beszélhetnénk, hogy most ebbe az évben mik fognak jönni, de egyrészt az majd lehetséges egy másik podcast adásban lesz, másrészt meg... És Minden. tényleg ilyenekről, hogy mik jelennek meg? Hát nézzétek az Anichartot, szóval... Nem Pénz. tartom elég fontosnak a Tavasszal jön híreket. Digimon, nekem ennyi pont elég volt, több nem érdekel. Nem fogom összekeverni Budapestet Bukarestre, azt csak nem. És én is tudok úszni, de akkor sem mennék egy olyan városba. Most belegondolsz, hogy a tengerszint alatt, mit tudom én, 500 méterrel kiszív téged a víz nyomása, mert betörik az ablak, vagy valami, akkor halsz Fel meg. se tudsz úszni. Nem az, hogy ha felúsznál, fel tudnál úszni, akkor is meghalnál a izé miatt, keszombetegségbe. Ja, hát... Ne. És igen, az mondjuk egy érdekes dolog lesz, hogy fogják megoldani ott a nyomáskülönbséget. Nem mindegy. Van még egy témánk, ugye? Na, az már jobban kapcsolódik az Hát animés igen, csak világhoz, de... sok minden arról se szól. A lényeg az, hogy nem tudom, mennyien ismeritek a Resident Evil-t, Biohazardot. Alapvetőleg egy játék, van belőle film, van benne belőle anime, 3D-s CGI anime. Meg volt belőle light novel, nekem abban három is megvan, és magyarul is kiadták, mert amerikai írta. Meg mangák. Most megjön egy új Resident Evil manga, ami Heavenly, nem Heavenly, nem tudom milyen címet kapott. A Heavenly valami. Heavenly valami. És arról fog szólni, hogy az Idol Survivor-rel, az Idol Survivor egy olyan műsor a Resident Evil világában, ahol fürdőruhás, bikinis csajok, zombik, tehát a Survivor-ködnek, mert magát a műsort gondolom hallottátok. Kb. Tele vagyunk mencskénnen, csak zombikkal, tehát. Bikini és zombik, és Claire Redfield lesz meglányok. benne. Bikini, zombi, plot, 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 zombi, plot, 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 Claire Redfield, plot, 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 Claire meg Redfield, valószínűleg plotja, ecsi lesz. ennyi. Ja, és ez... hát valószínűleg ecsi lesz, tehát, hogy... legalábbis lesz benne Testosteronnal valami. Fűtött 16 évesek kedvenc mangája lesz, zombi, church, bikini combo. Előző livestreamben benne van ez a hogyan lehetett Japánba kijutni. Egy szervezeten került a Yuzu ki Japánba, középiskolásoknak fenntartva. Szóval, ha már bizonyos kort betöltöttél, illetve bizonyos iskoláid megvannak már, akkor azzal nem lehet kimenni. Ezt figyelni kell. De amúgy igen. Mondanám azt, hogy nézd vissza az előző live-ot, csak hát nem Elég akarunk ennyire hosszú. szadisták lenni. Elég hosszú. Valahol az elején megbeszéltük. Ja, meg High School of the Dead. A bikini, meg zombi, egyedül Big Tits Dragon, meg Zombie Strippers, meg High School of the Dead. Hát ja. Zombi, igen, zombi csöcsök. Biztos, hogy lesznek benne olyan csöcsök, akik már zombik. És azt nem szívesen kaptosnám be.
Igen, jön a HD remastered. Azt hittem, hogy már kint van a HD remastered. Az már kint van. Kint van. Jó, akkor megyek a kedvenc webáruházamba. Ilyenkor. És... Ki majd csak tudod, mi a kétiség az, hogy Xboxon meg PS-en olcsóbb, mint Steamen. Ezért veszem meg Encore-ról. Tudom, de hogy... Én csak eredetikkel játszok. Nem vagyok ilyen. Hát egy japán szokos lehet, hogy tudna menni, igen. Egyetemen inkább az Erasmus szokott élni, az ugye az Európai Diákoknak a Szövetsége. Európába lehet ide-oda mászkálni, meg így azt hiszem Törökországba. Zombi csöcsök. Csöcsök zombik, vagy zombi csöcsök, nem mindegy. Hát nem, mert mondjuk nem mindegy, hogy egy zombi akar megenni, akinek csöcse van, vagy egy csöcs zombi, ami is pattog. De olyan nincs, hogy csöcs zombi. Még jó, rendben, zombi sincsen. Ez nagyon fájt. Jaj. Nekem meg tudod, mi van PC-m? És tudod, miért van PC-m? Mert ezt dobta a gép. Macskos PC-s vagy. A PC Master Race. 7 éves konfig a PC Master Race. Ah. Fájt az érem. Sokat beszéltem megint. Na srácok, mondjatok valamit, amiről tudunk beszélni, mert annyira ingerszegény ja, ez a két hét. Akkor csak Xboxon olcsóbb. Mert közben Ritz kijavított. Ja. Nem fog jönni a House of the Deadnek a második évad, de viszont a House of the X-nek jön. Nem tudom, hogy sok köze volna a kettőnek egymáshoz. House of. Hát, ja. És engem is a második évad érdekel a House of the Deadből, de sajnos nem lesz. Hát magát kell olvasni. Ja. Megfájdult, hogy már sok hülyeségtől. Jó, akkor... Még be sem legeltünk, meg itt sincsen Dante, úgyhogy... Nem, még itt sincsen Dante, ő még rátenne. Teljes halál lenne ebből a podcastből. Mondjuk így is az. Jó, hát mi majd nincs itt Ritz, beszéljük ki őt. Nagyon szeretem. Ő a szemém. És ezzel most ellenkezni se tud, én meg a herceg nője vagyok. Hú, hogy most mennyire örülsz annak, hogy nem úgy izé live-olunk, hogy webcam-mal? Hát igen. Na jó. Nem azért, hanem az, hogy miért megszületnének belőle. Vagy ismerem a embereket. Kaptam egy PÜ-t Facebookon az egyik hallgatónktól, hogy csináljunk fogalomtárat, hogy ki mennyi animés kifejezést ismer. Hát... Most csináljunk egy ilyen bemutatót, hogy mi a Tsundere, Yandere, meg hasonló. De nem, azt mindenki tudja. Meg hát az akkor jó, hogy itt van Ritz, mert ő igen, még mondja. Hozzá. Nem is az, hogy ért hozzá, csak így tud vagy 80 ezeret, én mert tudok kávé 5-öt, úgyhogy hát ja. Az a nem mindig. Ritz, a crossdresser perverzióim azok magántémák. Arról nem beszélünk. Itt egy téma, Adnan Zero második évada, miért nem halt meg valamelyik főszereplő? Azért nem halt meg egy főszereplő se, mert Shonen. Mert Shonen is egy olyan Shonen, amiben nem merték ezt megtenni. Egy Gundamba talán megtették volna, egy Alchemistben megtették volna, egy Jojo-ba megtették volna, egy Berserkben megtették, de más volt a célközönség, aki... Akaméban megtették. Akaméban megtették, de az egy... Az jó, más, az egy az szar, is de volt. Hogy... Na. Trónok harcában megtették, de a Trónok harcát nem a 16 éves tesztoszteron fűtötte fiataloknak csinálták. Amúgy én még nem láttam a második évadát, csak spoilereket hallottam. Az egyik kedvenc animém. Volt a múltkori szezonból. Mondd, el kéne kezdeni. Oh, yeah. Igen, nem, akivel beszélek Facebookon, nem fogunk pervers hentai témákat beszélni a
most Anime Barátok podcastbe. Az majd Hentai Anime podcast lesz, jó? Az teljesen más színvonal már. Mi az, hogy a mi mákunk? Hát nélküled nincsen műsor babám. Rész babám, rész papa. Hát kb. Nélküled meg Dánta nélkül, mert ti tudtok sokat beszélni. Bár legalább az a jó, hogy most én is beszéltünk. De eddig nem igazán szoktam úgy nagyon. Meg hát a legtöbbször nem értek azokhoz a dolgokhoz, amiket itt elbeszélgetünk. Vagy beszélgettek. És azért nem mondok semmit inkább. Akkor beszéljünk arról, hogy hentai. Vagy mondjuk arról, hogy mondjatok valami témát, mert sírni fogok, gyerekek. Egyszerűen annyira inger szegény volt ez az egész 2 vagy 3 hét, amíg nem voltunk. Nem lehet miről beszélni. Megnéztem az Anime News Network oldalát, bejelentések voltak, tehát van olyan témák, amiket nem, hogy titeket nem érdekel, de engem se érdekel. Illetve annyira másfele vannak a gondolataim most. A Dead Paradise-t igen, nézem. És? Tetszik? Mi volt benne? Hát, ugye az első két rész az igazániból mind a kettő egy részről szólt. Csak ugye az egyik, a második rész az a háttérben való történéseket mutatja be. Uh-huh. Amúgy arról szól, hogy ugye, lehet, hogy tudod is, hogy ugye ezek a döntőbírók, nem teszem be a nevük, de ők döntenek arról, hogy az ember az hova menjen, a mennybe vagy a pokolba igazándiból. Tehát, hogy regenerálódjon, vagy se újra szülessen, vagy menjen a semmibe. Aha, igen. Ez a... És ugye közben játszanak egyet, hogy sejték alatt figyelik a reakciókat, hogy ki hogyan reagál a dolgokra. És ugye az alapján is dönt a bíró, hogy hova menjen. Igen. Ez egy elég fontos dolog. Ezt igazából egy sorozatban jobban el tudnám képzelni, mint a anime-be. Melyiket? A Death Briard-ot. De a Death Parade-ot, mert a Death Briard-ot. Hát jó, de érzem, hogy ez anime sorozat is lesz, de hogy... Hát, ja. Mondjuk azért egy élőszereplős jó... Ezt mondom, hogy az élőszereplős sorozat, egy doramát megnéznek belőle. Hentai Anime Podcast-nál megvárjuk itt. Te láttál köztünk szóval a legtöbb hentait, úgyhogy mi a történetét is nézted. Na nem csak az, hogy ő látta, hanem ő csinálta a legtöbbet. Igen. Ott kőkülön nem marad, az biztos. Jasú, mi nyomja a lelkemet? Az, hogy áprilisig meg kell írnom a szakdolgozatomat, amit nem az, hogy nem kezdtem el, de még azt sem tudom, hogy miről írjak. Gondoltam, hogy na, akkor ezt elmondom, mert ez egy jó téma lesz. Leginkább én androidos körökben mozgok, szoftverfejlesztő és mobil alkalmazás fejlesztő lennék, illetve azt tanulom. Anime Barátok Podcast alkalmazás! De benne értelme. Na, szóval, és nem az, hogy nem kezdtem el, hanem azt sem tudom, hogy mit csináljak. Legelőször is arra gondoltam, hogy legyen egy olyan animés app, ami helyettesíteni az Inda videót. De nem cuki hangom sírás közben. Vagy lehetne ilyen Uncharted-os féle, csak magyarul. Uncharted. Hát arra ott lesz ez is utolsó szerintem. Hát ott lesz. Ja. Januárban jön az alfa srácok is utolsóval. Nem, az mondjuk aztán lehet, nem kellett volna mondanom. Mindegy, akkor már bejelentések. Bejelentés január végén is utolsó alfa. Alfa kulcsot lehet majd szerezni az isótosó adminjától, illetve Doritól esetleg. Meg tőlem, nem tőlem nem. Na a lényeg az, hogy ilyen, tényleg egy ilyen indavideós kiváltó alkalmazást akartam írni, ami az indavideós linkeket szedi össze, és közvetlen értesítéseket dob össze az új anime részek megjelenítéséről, és úgy, hogy egy-egy animénél ki tudod választani, hogy milyen felirattal és kinek a feliratával akarod megnézni. Nem rossz, de ez egy kereső inkább akkor. Inkább egy ilyen indavideós indexer alkalmazás lett volna, csak
két baj volt vele. Az egyik része nem elég bonyolult, a másik része pedig túl bonyolult. Az adatbázis része nem elég bonyolult, a kliens része viszont az, hogy ténylegesen videót tudjak megjeleníteni így. És most igazából azon vagyok, hogy tényleg el kell döntenem, hogy most ezt az alkalmazást csinálom meg, vagy pedig egy teljesen másikat, ami egy ilyen Reddit lenne, igazából egy magyar Reddit lenne, saját adatbázis felhasználásával. Tudom, egy teljesen új fórum, egy ilyen ténylegesen mobilra optimalizált fórum, kevés, ilyen 160 karakterrel, mindent összerakni azt, ami a Twitterben és a Redditben jó volt. Márton, Rédi Márton, nem igazán értetted, amit mondtam. Én arra gondoltam, hogy magát az ingyenes. De ő meg egy új oldalnak körülne. Ja. Tehát nem az, hogy te csináld, mert csak hogy annak körülne. Annak én is örülnék, hogyha lehetne normálisan HD-ba streamálni az animés dolgokat. Mert most a mindennek hogy... a sok fassága például, hogy most már leszedi az animés részeket, legalábbis nem tudod megjelenteni őket ugye tableten, illetve némelyik tableteken, illetve telefonon. De van, amelyiken engedi, de van, amelyiken már nem. Ez attól függ, akkor ez is egy ilyen betekintés lesz. Magában az InDaVideo rendszerében régen FLV-k voltak, ami flash videókat jelent, tehát régen flashbe jelenítette meg a dolgokat, és mai napig flashbe jeleníti meg azokat a videókat, amiket AVI-ban töltenek fel. Ha egyszer AVI-ba feltöltetek, azt csak is flash lejátszóval tudja megcsinálni, és amit viszont MP4-be töltöttek fel, ami HTML5 szabvány, azt képes tableteken is megjeleníteni, illetve magának az Androidnak és az iOS-nek is a beépített videó lejátszója gyárilag képes kezelni az MP4 videókat. Nem, ezért van az, hogy valamelyiket meg lehet nyitni, valamelyiket nem. Jó, csak érdekes, hogy a régebben a Dr. Who részeket is meg lehetett nézni, most már nem. Most már azokat sem engedi letölteni se, meg megnézni se. Tableten, amit nemrég vettem azon, valamiért engedi letölteni, meg megnézni, és hogyha olyan böngészőben nyitom meg, csak ez így fura. Igen, ugye régebben még tableten úgy tudtam animét nézni InDaVideóról, hogy megkérdezte, meg akarom nyitni egy külsős alkalmazásba, most viszont már nem kérdezért most a böngészők, alapvetőleg a beépített böngészővel játsszák le. Még régen MX Playerbe meg lehetett nyitni a dolgokat, vagy valami valamit letöltött playerbe, akkor azok még jók voltak, mert akkor mindent lehetett játszani. De szerintem lenne annyi érdeklődés. Ezt egyébként Norbinak mondom közben. Igen, hogy Norbi, én egyszer meg akartam csinálni egy ilyen oldalt, amit te mondasz, hogy linkeket széljel rakni, InDaVideos linkeket, viszont abba hagytam a fejlesztését két okból, az egyik az, hogy nem értek annyira PHP-ul, mint amennyire szeretnék. A másik dolog pedig az, hogy volt régen az Anime TV, ami kvázi ugyanezt csinálta meg, csak az, hogy saját webtár helyéről lehet streamelni HD-ba az animéket. Nagyon kevés fansub csapat engedheti meg magának azt, hogy akkora tárhelye legyen, ahogy akkora elérhetőség legyen, hogy saját maga fel tudja tölteni a fájdokat. Pár példát mondva, azt hiszem Zahuckék csinálják ezt, azt hiszem Dragonhallosok még, illetve az Animal Addicts. Hatalmas erőforrás kell hozzá, pénzbeli erőforrásra gondolva. Nagyon eltértünk a témától. Nem, majd legalább erről tudunk beszélni. Meg ugye a témáinkat már kilőttük, szóval. Igen. Mondjuk esetleg addig felteszek egy kérdést nektek, hogy folytassunk még ezt a jövőben esetleg milyen dolgok lehetnének dolgos témát, vagy ne? Mert igazániból tudnánk, illetve tudok én még mondani egy-két dolgot, amit biztos nem hallottatok, vagy láttatok. Mondjuk én Ritza, nagyon szívesen beszélgetnék IT-s dolgokról. Dragonnal, hát, én nagyon szívesen beszélgetnék sorozatos dolgokról.
Dante-val meg szívesen beszélgetnék lore-ról, vagy a One Piece-ről, hogyha bármiket nézném, vagy csinálnám. Igen, mert az baj, nem vagyok jártas az IT-s dolgokban. Pedig egyébként akarnék tanulni egy-két dolgot. Igen, köszönöm, hogy szóltál, Haruszopsz is csinálja. Az a baj, annyira nem vagyok otthon már a magyar fanszobokban, mert mit akarok nézni, azt megnézem, de a többit azt annyira nem érdekel. A múlt szezonban is néztem, azt hiszem a Fate Per Stay Night-ot, RFF-esről, Red Zone Infectories-ról, meg néztem az Alduhát az Anime Hunter-től, aztán ennyi. Amúgy ezt nem tudom, honnan szakasztottak amúgy akkora terhelyet, mint ami nekik van. Nem szabad meg ennek. Ha? Jó van. Na. Nem is tudom, mit mondott a Harusopnak az anyja, hogy mekkora terhelyük van, de azt hiszem van vagy 50 vagy 100 giga. Ez nem honnan? Sok. Hát nem sok. Nem sok, de azt mire megtelted, sem megtölted ugye animékkel, azért az nem. Nekem két... Nem holnap lesz. Két szezonnyi anime mennyiségen 120 giga most. Az új vinyom van, amit nyáron szoztam be. Jó, HD-ból? 720p-be. Ja. És ugye adatforgalmat is néznek. Rédl Márti, Márton, bocsánat, beszélnék a lore-ról, ha játszanék vele. Megértenénk hozzá. Én amíg mobáztam, én addig dotáztam. Már nem is dotázok. Vége. Ne, de lényegében ugyanaz a LOL, csak ugye más championokkal. Hát, ezt egy nagy lolosnak nem mondjad, mert nagyon meg. De épp azért mondom. Ja. Majd ott itt lesz Dante, vagy visszahallgatja a podcastot, és akkor elkezdi tépni a haját, meg megőszül közben. Amúgy megmondom. Melyik a legelső fájlom. 111 giga most az anime mappám. És a legelső fájl azt hiszem a Majornak az összes része volt. Az 2014. augusztus 24-én lett létrehozva. Tehát egy olyan fél évvel ezelőtt. 100 tera az az... Az meg már kicsit geci sok lenne, már elnézést a csúnya beszédért, de... Nem vagyok benne biztos, hogy giga, meg hogy 100 giga, de azt hiszem ennyi, de lehet, hogy sokkal több, lehet, hogy egy terra, mit tudom én. Inkább egy terra. De én úgy emlékszem, hogy 100 gigát mondott még akkor, amikor beszéltünk. Jó, ez nem ma volt azért. De... Nekem a 100 giga az reálisabbnak tűnik. Még akkor is, hogyha nem fér rá annyi, amennyi lehetne. Igen, Ritz írt, és egy fél terre nem férne az összes RRFS projekt. Oké, csak hogy őnekik eleven, tehát a harusobosoknak nagyon kevés projektjük van. Kb. Egy kezdem, hogy meg tudom számolni. Majd ezt több is nekik. Persze, nem az, csak mondom, hogy azért egy Ritz Running Factors, egy harusobból azért ne. Ne hasonlítsünk össze. Hát ja, azért más. Nem tudom, hogy ricek pinyóta vannak már fenn az éterben, szóval 3-4 éve biztos, vagy még több is. Haruszupsz az meg 2 éve kezdte talán? 3? Hát kb. És van eddig 5-6 animéjük. Fate Per Stay Night Unlimited Blade vs. Prologue. Egyébként tök viccesül néz ki az anime felőttük, mert én láttam múltkor. De ez engem nagyon zavart, az a kis ilyen bizbasz, ilyen animált kis cuki karakter, és itt van a képernyő oldalsó sarkában, és ha ráviszod az egeret, akkor ugye elkezd kirogatni a hülyeségeket, hogy ne birizgáljál már, mit tudom én, milyen szám, meg izé. Remélem, alkotom, mit tudom én, milyen szám, vagy csen, jól van, meg ilyenek, és ne. Egész konkrét ez a Haruszupsz oldal, egész jól meg van csinálva.
tetszik. Lesz, saját motort használnak, nem? Saját maguk írták ezt az Igen. oldalt. Igen. Azért látszik rajta. Lehet elmegy a karuszupszosnak. Jó, nem. Azt azért nem. Mert ott mindig Otaku fórumos. Otaku fórum örök halhatatlan. Ahogy az Anime Hunter is, meg ahogy a Ritz Ronin Factorus is. Meg vagy bármelyik másik fansú. Igen. Na van, Indán nem... 200 videójuk van. Mit? Indán... Ja, hát az lehet, hogy 200 plusz. Jó, ezt srácok. Na, írjátok meg, hogy miről beszéljünk, mert én sírni fogok, ha csinálni a téma. Már ebben egy maraton rövid. Ma az egész estémet a Anime Barátok podcastnak akartam szentelni, na akarjátok, hogy majd elkezdek programozni. Már nagyon unom. Ja, meg egész sokan néznek minket, úgyhogy. Na, akkor mesélj! Mesélj, Dragon, mi a kedvenc idei projektet? Melyiket nézett tőletek? Hát eddig csak a Dead Paradise, azt tudtam csak így elkezdeni. Ugye többinél így... muszáj. És inkább így nem kezdem el. Ja, nálunk is van így, ugye általában én vagyok az összes projektünknek a formázója, és bárhelyen még a lektor is. Konkrétan semmi időm nincsen. Így programozás, szakdolgozat, ugye OKJ, így a fanszubolás, meg egy barátnő mellett, így kb. Tényleg semmire nincs időm. És olyan durva. Főleg az, hogy is volt múltkor. Meg kéne csinálnom a Shirobako-nak a két részét, mert két rész felgyőlem lett, azt lekturálom is, és formázom is, és majd a harmadik rész, és megint nem lesz időm megcsinálni, pedig ma egész nap itthon voltam, és tanultam. Nyi. Durva. Durva ez az éles, srácok. Nem szabad fanszobolni, hogyha nincs eddig. Mikor legjobban az én akadtam ki. Assassination's Classroom. Jaj, az nagyon durva. Azt, az azt így... nézzétek, azt nézzétek el nézni, mert beteg. Egyszerűen szétszíja az agyatokat, annyira vicces. Jaj, meg a másik, amit Narni fordít. Na, én mondtam Narnianak, hogy azt elfelejtett, hogy én ezt valaha lektorálom még egyszer. Micsoda ez? Shoujo. Shoujo? Nem tudom a teljes címét, de majd mindjárt visszanézem. De ilyen űrcsajok, tudod? Vagy mi? Űrcsajok. Jaj, az a macis? Azt hiszem. Jaj, ez nagyon durva volt, csak pár képet láttam, Dúri küldte nekem. Hú, az nagyon kész. Az a leszbikus macis szízés? Amiről itt szék is beszéltek a konon még? Fú, mindjárt mondom neked. Shoravo Kakeru Shoujo. Nem, lehet. Na mindegy, szóval azt így lerektoláltam, és így mondom, hogy ez így nem. Tehát az annyira agyleszívós, hogy az valami hihetetlen. És ez rosszabb az Assassination Classroomnál is szerintem. Amúgy az Assassination Classroomot mind a ketten visszük, mert mind a két csapat. Mind az AH, mind pedig az OF. És szóval igazából döntsétek el ti, hogy ki mit akar, melyiket akarjátok nézni. Ja. Na. Ezért elkezdted nézni? Mit? Mondj, nyugodtam. De semmi, csak hogy ki fordítja tőletek, te? Hú, hát még fordítanának is tényleg nem lenne időm. Felvettünk egy új fordítót, vagyis igazából ő jött oda. És így ő fordítja el most a Nonatunatájzát is nálunk. Aha. Japánról fordít. Ó, ja. Ebben. Aha. Ezért vagyunk mindig készen
még azelőtt, hogy az FFF-es kijönne, ezért vagyunk mindig készen előbb nálatok, mert egy argentin feliratnak az időzítését használja, az FFF-ből nézi néha az angol, nem, a Horribles-ből nézi néha az angol szöveget, és közben japánból fordítja rendesen. Nagyon durván tolja a kislány. Kiscsaj. És fiatalabb nálam, vágod? És jobban beszél japánul, mint én angolul. Nagyon durva. Skyzingben is puszítatlak. Az durva azért, tehát így... Fogad el Ritznek a kérelmét, telefonos csatlakozási kérelmét. Jó, egy pillanat. Most már bírom a sorabónak a címét is a streambe. Na, az, amit küldtem, azt ne nézzétek meg, vagy nézzétek meg, saját felelősségeteket döntsetek róla. Hol? Én itt nem látok én ilyet. Elvileg, ha megvan a linkjének az adásnak, akkor be tud jönni. Hát próbálok én is belépni telóról. Hát ha... Nem mindegy. Az enyémet látjátok most? Az enyémet látod most? Mit? Az én kérelmemet. Nem. Várjál. De látod is, hogy be van nekem fagyva. Na, várjál, most küldi. Hát azt így masszívan át tudom képzelni, nekem ez így be van fagyva. Az enyém, én rögtön. Én most azt mondom, hogy megvan a link, akkor elvileg rögtön csatlakoznia kéne. Na, azért próbáld meg újra. Hello. Befagyott az egész. Próbáljunk egyetlenek. Miért? Hűlt. Telefonra fogok feljönni. Jegyesz? De szakadozol rajta amúgy. Még én is gondolkozom, hogy én streamelek, és így... Ha a gépem szakadozik a stream közben, akkor a tablet, hát nagyon. Rendesen meg van írva amúgy a Hangouts-nak a progi Androidra. Norbert, nyugodtan nézzél bele. Nem igazániból lett, hogy csak lekturálni volt nagyon szörnyű, de így nem tudom, szóval... Na várj, én kimegyek egyet rágyújtani, és közben felmegyek telefonra. Jövök. Jó. Közben Ritz, még egyszer küldöm csoportba a Hangouts linket. Egyébként még közben tart ez a kis szünet. Na, gyerünk, hajrá, írjátok meg, hogy miről beszélgessünk. Aztán, hogyha nem jön semmi, akkor megvárjuk Riszt, aztán, hát, nem tudom. Addigra valószínűleg lesz téma. Vagy folytatjuk ezt az IT-s dolgot. Na, hello, Bello. Jóra visszatértem csak telefonra. Remélem hallani azért. Jó van. Persze. Jó van, akkor... Segem is tormácsokon? Mert jó a hangja. Szó. Ezt vágod, hogy
Kammal együtt vagy. Azt nem tudom, hogy látszódni is fog az adásban. Nem baj, ha csak Kammal együtt vagyok. Felvettem a sapimat, szóval baj lesz. Szóval azért próbálj meg följönni. Azt mondom, hogyha elvileg megvan a link a Hangouthoz, akkor be tud jönni. És hát ugye megvan, mert elküldtem, úgyhogy. Amúgy telepítve van neki? Nem, alapból telepítve kéne lenni a Hangouts prognak, mert én nem telepítettem fel. Saját magának meg kéne lennie. Ja. Közben jött egy kérdés, hogy mi az új Google Lego mobil? Hát ezt nem tudjuk, úgyhogy inkább a másikat mondanánk, hogy mi miatt hoztuk létre a csatornát, mi volt a motiváció, vagy hasonló. De mi volt az első kérdés? Hát ez az új Google Lego mobil. Google Lego erre mobil? Erre nem tudok semmit. Hát én semmit nem tudok a Google Lego mobilról. Azt tudom, hogy van egy olyan, hogy Android autó, ami a Google-nek az autós rendszere. Az a Lego autó, arra nem adottam semmit. Arra nem Lego autó, nem Lego mobil, hogy így összetudod így vízba szólni. Lego mobil. Ja, értem, ígértem. Project arra. Az igazából arról szól, hogy vannak különböző komponensek, amiből fel tudod építeni a saját magad által kiválasztott telefont. A lényeg az, hogy úgy kell elképzelni, mint hogy ténylegesen egy Lego lenne az egész. És külön-külön tudod megvásárolni a komponenseket és magát az egész alapot. Ilyen mágneses csatlakozóval tudod összerakni a komponenseket, és te magad dönteted el, hogy mégis miket szeretnél belerakni. Ha azt mondod, hogy neked nem kell jó kamera, akkor be tudsz helyette rakni egy nagyobb aksit. Ha azt mondod, hogy neked elég a HD kijelző, és nem kell full HD, olcsóbban megoldhatod az egészet. Én igazából erről szól a projektora, és támogatom, mert nagyon jó tehát. Igazából a tétés szabadságot hozza el a mobilok világába. A másik dolog, hogy mi miatt hoztuk létre a csatornát, vagy mi volt a motiváció? Ezt te tudod nem mondani igazából. Ez a csatornát igazániból csak egy hirtelen ötlet volt, hogy csináljunk egy ilyet. Mert hát ugye Ric is mondta, hogy szeretett volna ilyen podcastet, de nem is nagyon ért rá, meg nem is nagyon... Tehát így akart is, meg nem is. És így utána én meg mondtam, hogy akkor csináljuk. És azt hiszem Ritzel, Dantéval, meg mi így hárman kezdtük el. Utána jött az a felvetés, hogy esetleg más fanszabberekkel együtt csinálunk egy ilyen podcastet, és az alapvető teória az az volt, hogy nem hárman, hanem négyen, öten, hatan esetleg beszélgetünk, csak hát ott az volt a baj, hogy túl nagy lett volna a hangzavar, úgyhogy maradtunk a hármas, esetleg négyes felosztásnál. De viszont a probléma az volt, hogy nem mindegyik fanszab volt ebbe benne, hogy ezt így csináljuk. Azt hiszem a Harusú, meg ugye te voltál benne, hogy akkor csináljuk, csak a Harusúbokat, jó? A Harusúbosokat nem lehetett nagyon elérni, úgyhogy megmaradt ez a pár emberke itten. Motiváció mint olyan nem volt igazándiból, jó ötletnek tartottam Ritz ötletét, és így kicsit hozzá segítettem a dolgokat. Bár olyan publikus dolgokról beszélünk, hogy fanszub, vagy csak simán animékről, akkor azt miért ne hallgathassa meg más? Szóval nem feltétlenül csak minket érdekel. Igen, meg hát... Mi is szeretünk jókat beszélgetni, és általában itt szoktunk beszélgetni. Hát a másik dolog, ami miatt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, az az, hogy... Hát így közvetlenebben el lehet érni ugye a fanszubbereket, mint hogyha csak írtok egy e-mailt, vagy egy üzenetet, és így kicsit közelebb állunk hozzátok, nézőköz. Például most Slay írt nekem az anime barátok cikk alá, hogy mikor jött ki a következő JoJo rész. Ez azért így vicces volt, hogy pont az anime barátok oldalánál, igazán. De mindegy.
Amúgy nem akarok ingyen reklámot osztani, de nem csak mi csinálunk van egy podcastot. Nem csak mi, de ahogy visszahallottam másoktól, hát a miénké a nézhetőbb. Én úgy hallottam. Most nem a Sheldonére gondoltam. Ja, én arra. Mert mondom őszintén. Sheldonéknak teljesen más felfogások van az egészről. Kevésbé kívülmények maradjunk ennyibe. Viszont van még egy podcast, az Újraharasoknak van egy saját podcastje. Velük majd össze kéne ülni. Kiknek? Azt mondom, aha. Kiknek? Uraharasok. Ja. Uraharasoknak. Velük majd szerintem kéne, össze kéne kettinteni egy közös projektet, így podcast-szerűen. Ja. Más nem, akkor valahol konom. Ja, meg a másik dolog, hogy te miért is vagy, hogy is csatlakoztál, ugye az az volt, hogy neked is, te is akartál egy ilyen podcastet, és végül is el is kezdted, csak mi volt? Igen, az volt, hogy volt nekünk egy külön utakú fórumos podcastünk, viszont én egyedül nem voltam arra képes, hogy témákat találjak, minden egyes alkalom, amit a témát találjak, és én igazából nagy témákkal szerettem volna foglalkozni. Egyetlen egy podcast adás lett kész, az pedig egy interjúzés fotósóval húzza is. És én is szerettem ezt az ötletet, mert szeretem podcastokat hallgatni. Például az égést is. Fú, ez egy nagyon rossz, nagyon szaggat. A kommentált is, meg minden ilyet. Nagyon szaggatta is. Én szeretem beszélgetni, szeretem hallgatni a hang. Bocsánat. Szóval láttam, hogy milyen normális arcok vannak benne, meg akkor még volt közös játunk is Anime Hunterrel, és akkor mondom, hogy miért ne? Próbáljuk meg ezt. És végül is az Otaku Forum podcast beleolvadt az Anime Barátok podcastbe. És igazából. Na, ezt törekom, azt nem is értem. Egyébként Riz továbbra is tudhat hozzánk csatlakozni. Én viszont visszatértem a gépemhez. Jó, van egy közben, hogy betad ki. De. Úgyhogy várni kell szerintem, mert majd behozza, de nem tudom. Mi van még? Nézzük, miket Flash ér. Motoharu. Na, ez egy hosszú kérdés. Flash Motoharu tett fel egy hosszú kérdést igazándiból. Olvastam. A piac válogatja azt, hogy mi lesz mainstream, és mi lesz nem igazából. Hogyha ténylegesen olyan animét akarnak gyártani, amiből pénz jön be, akkor ténylegesen megvannak azok a szabályok, amiket be kell tartaniuk. Hogyha valamilyen komolyabb egyedi ötlettel próbálkoznak, abban benne van az a faktor, hogy nem jön hogy be. Bukhatnak. Hogy bukhatnak. Nagyon nagyot. És mivel, hogy az anime gyártás, olyan, mint a filmgyártás és minden más médium pénzből él, és átvették, inkább a biztos dolgokra mennek, nem pedig arra mennek, hogy, hogy minél művészi, minél egyedibb legyen az egész. Vagy esetleg csinálnak először egy szart, amiből lesz sok pénzük, aztán kezdenek bele egy kicsit másabbba. TeamSpeak 3-as beszélgetése, az nekem szólt, igen, nekünk volt egy, mi TeamSpeak-en vettük fel a beszélgetésünket igazából. De eleinte, hát, aztán Skype-on. Igen, hát az OFS podcast az TeamSpeak volt, azt hiszem az AH-s is először, nem, az AB-s is
TeamSpeak-kel, kezdte aztán a Skype, és végül jött a Google Hangouts. Jaj, mert ez a legegyszerűbb így. És rögtön tudjuk ugye live-ba tolni, nem kell semmi külön progi hozzá, csak egy Hangouts plugin. Na, szóval visszatérve a témára, az anime gyártók nem akarnak bukni. És ebben igazából teljesen egyetértek, mert ki akar pénzt veszteni egy olyan világban, ahol minden pénzről szól. Minden a pénzről szól. Nem akarnék x milliót elbukni azon, hogy van egy egyedi ötlet, de senkit se érdekel. Az egész ténylegesen az ipar miatt alakult így, hogy hogy is mondjam szépen, hogy a mainstream dolgok ténylegesen átvették az uralmat. Például most volt ez a Tokyo Ghoul ez. És mitől volt jó a Tokyo Ghoul? Én nem tudom, én 5 részt néztem meg belőle összesen. Több dologból lehet összehozni egy ilyen mainstream dolgot, amit néznek az emberek. Ugye van a 12 és 18 éves korosztály, akik inkább fogékonyak az animékre, tehát valójában mindig 20 pluszosok. És nekik mi kell a 12 és 18 év közötti fiúknak? Kell be nekik akció, kell nekik csecs, kell nekik plot, kell nekik fanszervisz, kell nekik vér. Ebből az ötből, ami mondjuk inkább háromból van kettő egy animében, illetve egy olyan mainstream, egy olyan, nem tudom szépen megfogalmazni, egy olyan dolgot próbálnak belerakni, ami mondjuk a vérrel kapcsolatos, vagy valami brutálisabb, ami menőnek számít, azt nézni fogják az emberek. Riddle Martin, nem lenne rossz, hogyha feljönnétek beszélgetni, de nem ismerünk titeket annyira, hogy feljöhessetek beszélgetni. Az egész ténylegesen egy ismerettségi alapon van ez az egész podcast. Nem tudjuk, hogy igazából kik vagytok, mit csináltok, milyen hangotok, nem feltétlen lenne jó ez. És ezzel nem ellenetek akarok szólni. Volt múltkor olyan, hogy feljött a Cunderecsen, nagyon imádom azt a srácot, de halálgáz volt a mikrofonja, nem értettük, amit mond konkrétan. Konkrétan a végére le kellett mutolni, mert annyira bezavarta az adást a mikrofonja. Jó, de ezt mondjuk ő is tudta, szóval... Ezt ő is tudta, persze, és a végén mondta, hogy bocsánat, minden, hogy nem... Lehet, persze, hát nem az ő hibája. Nem az ő hibája volt, csak ezt mondom, hogy az ilyen tényezőkkel az tisztába kell lennünk, azért, mert bárkit felengedhetnénk ide. És persze, nem... mert hát ugye az egésznek az, hogy is mondjam, a maga az ötlet, ami alapján indult, már az miatt sem, mert ugye itt az volna a lényeg, hogy annak beszélgésének, akik a fanszubérában működnek. Persze azért lehetséges, hogy egy-két nézőt be fogunk hívni attól függetlenül. Vagy egy-két olyan embert, aki ugye nem fanszuber, például Yuzu. Igen, hát ő nagyon aranyos kis csaj, meg ő ténylegesen kint élt Japánban. Ő azért tudta a dolgokat. Ha van egy olyan témátok, amit ti magatok szeretnétek kibeszélni, írjatok anime barátok podcast oldalának, vagy valahova, és akkor meg lehet fontolni ezt. De tényleg egy olyan témátok van, ami érdemes arra, hogy ti is fejlesztetek, meg fogjuk nektek engedni. Azt mondod, hogy figyelj, én japán szakos vagyok az ELTE-n, és szakdolgozatom az lenne, hogy a magyarok viszonya a japán kultúrához, és tök jó lenne egy ilyen podcastben megkérdezni az embereket, hogy most akkor mi van, meg hogy a nagy fanszubosokat megkérdezni, és akkor mondom, gyere. Oké. Okay. Na. Hú, ezt jó kibeszéltem, most Dragon mondjuk valamit inkább szemben, én már unatkozok magamról. Jó, hát azt néztem, hogy nem nagyon tesznek föl kérdéseket, és egy valaki mondta, hogy... micsoda? Nem értem már.
Márton, micsoda? Ezt mire Azt írtad? én is azt nézem, de... Ha a podcastre gondolsz, igen, akkor, amikor még Duri is itt volt, sőt, volt is egy adásban, azt hiszem. Igen, Duri volt egyszer egy adásban, csak az nem lett feltéve szerintem. Az lett az, ami rossz lett, és Ritz haverjánál van, hogy kitisztítsa, szerintem azóta az így már teljesen kuka az egész, szóval... Hát a téli szezonról, az a baj, hogy a téli szezont nem igazán nézzük. Hát most kezdődött el. Tehát véleményt mondani egy animéről nem lehet az első két-három rész után. Mennyire cukik vagytok? Ja, amúgy nem kell amúgy a Facebook oldalunkat szétflódolni azért. Ebbe akartak jönni. Üzenetbe. Hát üzenetbe is szét lehet flódolni. Hogy annyi jön, hogy nem tudjuk elolvasni egyszerűen. Nobody dies a virgin. Life fucks us all. Na, de amit akartam mondani, hogy azt írta valaki, hogy nyugodtan beszélgethetünk ilyen IT-s, meg skifis dolgokról, és hogy esetleg a jövőben mik várhatóak, mint ilyen dolgok. Megint kaptam egy PÜ-t igazából egy hallgatónktól, nem tudom, hogy miért nem ide hír, hogy miért nem beszélgetünk inkább cosplayes dolgokról. Nem vagyunk annyira cosplay pozitívek. Ja, Márton, már tudom, mire gondolsz. Azért az őszi szezonos bemutatós videóra, amiben Duri volt, meg Lag. Egyébként, csak hogy friss legyen az infód, már sem Lag, sem pedig Duri nem a mi csapatunkban van. Lag még igen, viszont ő már nem fordít magán dolgai miatt. Na, mit szólsz ez a témához? Folytassuk ezt, vagy menjünk a kérdésekre? De ez kifisájt is dolgot. Hát folytathatjuk igazából. Akkor mi lenne, ha elképzelnénk egy olyan világot, mint a Ghost in the Shell? És hogy... Elképzeltünk csak előbb kicsit reálisabb vizekre vezve. Nem tudom, nézted a The VR-nak a nem régiben feltett videóit? Nem, én nem nézek The VR-t. Érdemes, mert ott volt egy ilyen, hogy CES, ilyen... Igen, CES. Igen, mondja. És hát őket ugye elmondták, hogy mi volt azon a, nem tudom, előadáson a legjobb ilyen cucc, amit bemutattak tulajdonképpen. És a top 1, azt hiszem, egy kocsi lett, ami már konkrétan egy robotkocsi. De úgy, hogy neked nem is kell vezetned. Ez már régóta a tervben van. Azt hiszem a Mercedesnek volt az első olyan autója. Ez is Mercedes, azt hiszem. Ez is Mercedes? Akkor lehet, és ez már szerintem ez a továbbfejlesztett. Igen, és ez olyan, hogy érzékel... Saját magát be tudta parkolni. Akkor de ez már nem. Tehát ez már bárhova elvezet. És hogyha érzékel, tehát tele van érzékelőkkel külsőleg, meg belsőleg, és hogyha közelben a út mellett el egy gyalogos, megáll, és lesz egy kis ilyen hologram kivetítő a... nem is tudom, ott elő. Nem tudom, hogy ott vagy a motor, vagy valami lesz ott, mindegy. Mindegy, ott lesz egy ilyen kis hologram kivetítő, ami kivetíti a zebrát a gyalogosnak. Hű. És addig nem indul el, ameddig át nem ért a túlsó oldalra. Hát ez azért ebben vannak még hátrányok. Nem persze, a legnagyobb dolog az az, hogyha esetleg koccanás történik, akkor ki a hibás, a robotpilóta, vagy a gyártó, vagy az ember, aki esetleg vezette. Meg ilyen dolgok. Volt egy film, azt hiszem pont az én a robotban volt az, hogy ott egy Audi volt. Hogy az is önvezető autó volt. Illetve azt hiszem az 5. emberben is ez volt igazából. Miért van Ritz? Igen, itt van Ritz. Szia, Ritz! Már hallottok, akkor jó van. Igen, jó van. Ritz! Végre sikerült ez a... Igen. Na, telefonon keresztül, na ez külön
élmény volt, háromszor fagyott le csak a hangout, háromszor kellett újra telepíteni. Tű, az király. Az azért durva, mert... De sikerült, yeah! Neked, nagy neheze. Neked sincs olyan rossz telefon pedig. Egy román telefon konkrétan, de nem probléma. A mikrofonomat, meg amúgy is a múltkor, amennyi probléma volt vele, ugye elhalkult, ahogy döntöttem a fejemet, az szerint vette a hangot mindig. Ugyanígy volt a lejátszással is, hogy dühömben fogtam a legutóbb Doom 3 közben, és így összetörtem, ahogy volt három felé. Az azért már valami. Ja. Ez a, nem hallom, hogy az impa mögöttem van, megint jön. Na, szóval azt tudni kell Ritzről, hogy ő is nem követi ezt a dolgokat. És akkor vele is elég jól el fogunk tudni ezekről beszélgetni. Viszont egy dolgot sajnálok, Ritz, most nem tudunk így szívezni. Pedig mekkora jó volt volna. Ja, igen, tényleg szívötőt megbeszéltük. Hát mindegy, majd még estére meg be tudjuk. Á, nem tudom. Á, mondjuk lehet róla szó. Amíg így is átcsívják volt a... Egyébként így 3 óra tájban értem haza kb. Munkahelyről. Mindegy igazából. Lényeg az, hogy itt vagy. Ja. Úgyhogy... Ez a lényeg. Közben megyek vissza, hogy csibiek a YouTube-ra, megnézzük, hogy hol tartanak a kérdések, legalább valamennyi azokkal képbe legyek addig. Jó. Kicsit szórakoztattam a népet a írásba. Láttuk, köszönjük szépen. Egyébként ezt addig minden nézőknek mondom, hogy érdemes ránézni a The VR-nak a csatornájára, ha csak ezt a két videót nézitek meg. Mert ebből két videó van, az egyik az, hogy melyik az a top 5 vagy top 10 legjobb ilyen CES-es, nem tudok már beszélni, szóval CES-es cucc, amit bemutattak, és melyik a top 5 legrosszabb. És mind a kettőt érdemes megnézni. Vagy olvassátok a Pro Hardware-nek a cikket inkább. Hát az is, esetleg. Én sajnálom igazából, de én nagyon nem szeretem a VR-nek a műsorait. Jó, hát embere válogatja ezen, hogy most. Tehát akkor vagy a Pro Hardware, vagy ez? Hogy most elkezd üvöltözni gameplay közben, az nekem még PewDiePie-nál se tetszett, de ő még jobban rárakja ezeket a dolgokat. Jó, nem akarok más jutokosokat szívni, jól beszélni. Jasu, ha hallasz, akkor írt, hogy mennyire friss most nekem ez a kép. Tehát valamit írja. Jó, oké. Ez is jó. Viszonylag frissen látom. Szóval. Azt mondja, hogy Norbinak volt egy korábban egy fanszervizes kérdése. Na mondja. Nézzük. Merre van. Ez a jó kérdés. Tudod, mit Norbit tett fel újra? Ez a legegyszerű. Kávé. Vagy mondd meg, hol találom, ennyi. Nem, valami olyan kérdése volt, hogy a mostani animékben mennyire van benne a fanszerviz, vagy valami ilyesmi. Elég erősen benne van igazából, csak nem teljesen arról szól. Jasú, az nem a polc, az az álmennyezet. Amit a, hogy hívják, ott látsz mellette, beillanás, az a kiégett lámpámnak az árnyéka, ennyi. Ah, már valami. Jó. Tartsunk most ilyen izézt. Arcképes podcastet? Opázmányosot? Aha. Mindjárt bekapcsolom, akkor én is a webkamot. És akkor átmegyek most a telefonra. Az én pofázmányom olyan szép, hogy tőle maximum, hát inkább megtartom Hatsune-t, ha lehetne. Bár a legdurvább az volt, hogy egy ismerőstől megkaptam azt, hogy nekem csak addig van sikerem, ameddig nem látják az arcomat, és így mondtam, hogy köszönöm. Nagyon aranyos vagy.
És hát tudod, milyen ez igazad. Ezután is köszönöm. Tessék. Na jó, mennyi a film? Megy a film. Tudom, kedves vagyok. Mint mindig, igazi kis cica. Nyáú. Az mondja, Krótel, szalmazsálkadó. Szalmazsálkadó. Szegény srácot hagyjuk, mert amúgy tök jó fej. Tök jó fej, tök aranyos kis srác, és felkaptam a magyar mémipart. Igen. És azt vágjátok, hogy amúgy nincs is szalmazsák? Emberméretű? Hát emberméretű, meg egyébként sem. Egyébként sincs szalmazsák, nem szalmazsák, hogy akkor volt róla egy videó, rendesen fudós kis boxetje van. Tök menő. Nekem is volt. Jó, azt mondja, hogy Norbertnek, azt mondja, hogy ha már itt tartunk, akkor dumálhatunk a fanszervizról is. Manapság egyre több az animékben, szinte alig van olyan anime, amiben nincs fanszerviz. Ez mondjuk tényleg. Ez tényleg így van. Mindegyikben van valami fanszerviz legalább. Jó, most mondhatnám, hogy itt hirtelen a Kantai Collection, jó, nem látjuk a bugyikat, de én már lassan agylóolvadást kapok tőle, és már a harmadik résznél járunk. Igen, csak. Ez a harmadik rész, az tényleg annyira, de annyira leszívta az agyamat, hogy nem, egyszerűen kész voltam tőle fullos mértékben. Figyeljetek, akkor most nagy műhely titkot árulok el, körülbelül egy kisebb darab beszélgetés a feliratban, a lektor és fordító között. Kantai Collection-ből. Jaj, ne! Ne van. Azt Vinus mondta, hogy mennyire egy... Mert egy szar. Az. De én azért csinálom tovább, becsületesen elkezdtem. Rendben. Az első rész az... Az első rész az nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Annyi akció volt benne, meg moesség, meg akció, hogy... Jó arányban voltak, de most ez a harmadik rész iszonyat undorítóan néz ki. Nem is volt a probléma. Meg hogy így annyira, de annyira leégett az agyam, miközben néztem, hogy annyira hülyeség lett már az egész, komolyan. Ez, hogy így... mit mondtak? Annyira szeretlek téged. És én is igen. Annyira szeretlek. És a végén mindenki tudta, hogy az lesz, ami lesz. Konkrétan, amikor hogy hívják, tudom, ment hozzá a kis csajszi, hogy bevetés után szeretnék neked mondani igen. Valamit. Ahhoz, hogy láttam, hogy valamelyikük nem fog visszatérni. Azt tudni. Annyira klisé, hogy már kész. De amúgy jó, mert nézni kell, de ez kártyajátékos animéből többet nem fognak kihozni, legalábbis ebből nem. Shingeki no Bahamut. Igen, ezt az ellenpéldát akartam mondani. Például a Shingeki no Bahamut, az jó. Kantai Collection az annyira nem. Nagyon cukik benne a csajok, nagyon jó, hogy tényleg reális csatahajókat használnak fel, de hogy igen, külön tetszett, hogy az elején... Igen? De várjál, az elején ez külön tetszett, hogy azt mondják, hogy azok a lányok, akik a régmúlt csatahajóinak lelkét hordozzák, tehát ezt mondják konkrétan az elején. Igen, de ez még jó is. Nem az. Egyáltalán nem. Nem az, hogy mondjuk egy csajszi, akiben újjászületett egy csatahajónak a lelke, tehát amit erről gondolna, nem. Ezek maguk a csatahajók. Igen, ezek ilyen csatahajó kislányok. Csatahajó lányok igazából. Vagy lány. Én megmaradok a naszád lány kifejezésnél. Mi flotta lányoknak neveztük el őket, de igen, ugyanaz igazából. Na, lényeg az, 26. Sorba vagyunk a harmadik részben, és Vinus megjegyzi lektorként, hogy csodálom, hogy nem jönnek még a nem bírom ezt a cuki lányok, cuki dolgokat csinálnak megjegyzések. Igazából egy jó pár sorig én hallgattam még. Megszámítva azt az egyet, hogy azt írtam be, hogy hát ezeket a sorokat előző részből másoltam át, ilyen technikai jelen. Volt egy olyan, amikor Nagato tartja az eligazítást, akkor odaírtam Nagato Chan Kawaii. Ennyi. Ne lehet tudnám nézni. Nagato Chan tényleg kawaii. És Bedesszul kawaii igazából. Mondjuk azt Gold Beach, ennyi. Igen. De azt tetszett mondjuk, amikor megjött a felmentés, az tök jól meg lett csinálva. Amikor a megjegyzőség jött, ugye az anyahajók. Anyahajók. Igen, azt igen, a type 3-as, hogy hívják, gyújtó lövedék.
légelhárító hűtőlövedék, ilyenek is vannak benne. Másodikban az az oxigén meghajtású torpedó, meg a Type 93-as volt. Ez tényleg szóval... jól összeszedték ezeket a háborús dolgokat, ezeket a csatahajókhoz köthető dolgokat. De egyszerűen nem kavály lányoknak kellene lennie, hanem ténylegesen egy ilyen egy háborús animét kellene ebből csinálni, és nagyon jó lenne. Nem? Na, egy ilyen megszólalás az én részemről, azt mondja, amikor mondja, hogy készítsd a Type Zero felderítőgépet. Ugye, amikor kémkednek a mélységiek után. Igen. Ott, hogy ha jól látom, ez egy Aichi E13A, vagy egy Yokosuka E14Y. Bár inkább az utóbbi kizárt a tengeralattjáróknál használták azt. De úgy vicces, hogy ennyit mondanak, hogy Type Zero egy repülőgép nulladik példányának tömeggyártott változata, és a Mitsubishinek is volt kettő, az AHTM-0 meg az FM-1M. És akkor egy minus, oké. A War Thunderben van a Mitsubishi Type Zero. Azt tudom, az a játék. Igen, az A6M0-nak a elődje, hát mondjuk úgy elődje, az alapja. Szóval vannak ilyenek, de valahogy ebben nem, azt hiszem csak a végén jegyeztem meg. Az a probléma, hogy valamiért eltűnt az égi szemből az összes csillag. Mi van? És nem látom a kommenteket, hogy hol van. Ja igen, ez a... De aztán remélem, hogy elpirul, majd el is mosolyodik. Jaj! A legvégén ez a szöveg. Igen, és akkor, hogy várjál az én megszólalásom, mint én, hogy már csak látom, hogy ti is sor van hátra. Igen, ez a harmadik rész, az nálam is egy halál volt. Az első rész, az nagyon tetszett. A második, az úgy tetszett és elment, mert képezzük ki az a hajókat, meg ilyenek, de hogy ez a harmadik rész, ez biztos, hogy tudod, hogy valaki meghal. Nagyon szarul adják elő, ha valaki meghal. Annyira klisés, és annyira moe, és annyira kavai, de mégis szar, ez nagyon jött most nálam. Lektori megjegyzés egyébként az, de orgazmusod még nem lesz tőle, ugye? Szóval, igen, de amúgy az a poén, hogy végigjátsszák a második világháború csöndes óceáni térségét. Aki abban egy kicsit jártas, akkor az már úgy is tudja, hogy ez a W-sziget, ez gyakorlatilag a Vég-szigeti csata volt konkrétan, és ott már lányok neve ugye tartja a hadihajó nevét, akkor már tudja, hogy ki nem fog visszatérni. Hát igen. Aztán... Hát jó, ez lesz majd nagyobb poén, hogyha majd behozzák Midway-t. Be akarják hozni Midway-t? Hát remélem, hogy behozzák Midway-t. Az úgy vicces lesz, mert ott már tudom, hogy az Akagi az elsüllyedt ott. Bekapott egy utolsó találatot, és gyújtóbombával föllángolta az egész kifutó szerkezet. És inkább hagyták elsüllyedni a japánok a hajót. Szegények egyszerűen. De, hagyják, a Yamato is csak 45 áprilisában süllyedt el. Azt is szétszették az amerikai gépek. És az a poén, a Space Battleship Yamato 73-as sorozatban azt mondja a hang, a szinkronban, hogy közel 1000 repülőgép lőtte a Yamatót. Közel 1000 repülőgép. Hát nem voltak 386-an az amerikaiak. Nem baj, de azért közel 1000 repülőgép volt, jó? Hát persze. De húzások, művészeti húzások, amik kellene. Jó, mondom én így, hogy világháború iránti érdeklődése 20. századi főprofillal, és gyakorlatilag egy Szálasi Ferencről szóló könyvvel a kezemben, mert most jelenleg úgy vagyok. Jaj, kéne egy magyar anime. Egy hófoglalás kori anime. Biztos, hogy akarod az Koltai Gábor hangfoglalás színű filmje után? A játékos időnek vége. Nem, egyszer haverokkal beszéltünk erről még valamelyik nyaraláskor, hogy milyen jó lenne. És így akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy
Jó, akkor Bleach, és akkor szíven szúr engem egy tátos az ostorral, és akkor én is tátos leszek, és akkor a lelkem majd szabadon fog szállni a világfa tetején, és akkor majd jönnek a gonoszok, a lidérszek, a hollovok, és akkor velük kell majd tűznem a tátos lovammal. Ezek amúgy tök jó lenne én anime alapból, csak így biztosan hangzik, és hogy ismered a kultúrát. Na, időnként ki fog engem dobálni a Hangouts, ezt a legújabb, hogy hívják, hoz írták egyébként changelogba. Yeah. Szóval egy ilyen magyar... Illa a Hun ilyen izé, kavályosan megcsinálva, és akkor így elkezd virágozni, és Kavályi Árpád-chan! Nem, Árpád a szán lesz. Viszont... Nem. Árpád-chan. Tudod miért? Mert ő lesz az egyetlen crossdresser az egészben. Jaj, kiderül, hogy valójában ő is nő volt, mint Arturia Pendragon, a la Fate Stay Night. Jaj, ez fájna. És Dancsó is egyébként megdöglene tőle, szerintem. Hát, tényleg lenne egy ilyen, mert akkor mi ezt Dancsóval együtt fogjuk megnézni, az biztos, vagy megoldjuk. És megoldjuk azt is, hogy csináljon róla egy kritikát, és így biztos, hogy ülne ott, és így felrobban így a feje. Visszatérő idézetek. De most komolyan... Visszatérő felvételek. Igen. Mennek a lovon a kawaii moe fonfogoló lányok. De nem, mert Árpádnak ugye vannak a gyermekei vajk. Koppány meg Vajk. Nem lehet szorul, nem baj. Vajk-chan, Koppány-chan, Aishiteriu, és akkor tényleg ők lesznek az aktuális terepek. Árpád-chan az volt? Ez még Nandójára írta Jaszú, hogy Árpád-chan az ultimate rap. Nem tudok már beszélni, baszom. Az biztos, ő az ultimate rap. De akkor már legyenek a honfoglalóink úgy, hogy tótágas távol a lóháton hátrafele nyilaznak a lábukkal. Na, okay. Azt az érmet nem. De, ez a legújabb ninjutsu. Nem, ez csak egy genjutsu, ez, amit engednek, hogy láss. Igazából nem tudjuk, hogy mi fog ott történni. Csak az a lényeg, hogy Árpád-chan kavai legyen. Igen, mi fog történni, a kaftán leborul szépen, és akkor mindenkinek kilátszik a lába közel. És még pluszba helikoptereznek hozzá, hogy plusz szép nagy táska. Aj, de nem, hát zettárjuk, oké, hát a honfoglaló magyar moe lányok, azok biztos, hogy japán iskolás egy ruhába foglalták el a Kárpát-ban. Csak egy kicsit... Akkor már legyen, hogy hívják, a kádárkorszak... Akkor már legyen benne egy kis rasszizmus, tudod. Ja, nem, ez a kádárkorszaki iskola köpenyek, amelyeket a szüleink rendszeresen összefirkáltak mindig mindennel. Tudom én, Led Zeppelin, ECDC, itt tudom én. Igen, volt. Ja. Igen, amikor ott illet eltemetnék az aranykoporsóba, akkor jönne egy cigány, se ellopná. Azt meg se kéne mondani. Ha megmondjuk a cigányoknak, hogy Attila aranykoporsója ott van valahol a Tisza mélyén, szerintem fölássák holnapra. Miért mondtad el? Mert szeretném én is látni. Jaj. Mi azt Orbán ott izélkezdenen árkokat ásni holnaptól? Na jó van. Politikát hagyjuk. Igen. Fölmegy bennem a Attila a hátrafelé nyilazó hun. A magyar bosszúállók. Hát igen. Kinizsi lenne hát. Hordi Miklós. Hordi Miklós Csán. Moe réti niggerek. Lakatos Marlon Brando-szán. Most adjuk abba, még mielőtt ránk száll a Roma Jogvédő Egyesület. Jaj, majd az Amnesty International ránk száll, hogy képzeljük ezt szegény japán romákat, hogy
Japánra már! Ja, ugye, Japánban az iskolás tárgyak is. Lakatos Jennifer Chan. Jennifer, dajszok ide jó. Hát te more, te more. Hát az utás, ez vállalhatatlan lesz, ugyan. Ja. Egyébként ez a japán roma nem is akkora hülyeségnek hangzik, mivel nem tudom hányan tudjátok, amikor volt a 1923-as kantói nagyföldrengés, azután a koreaiakat fogták, összeszedték, ők voltak a japán, a korabeli japánnak a cigánysága, és fogták őket, elvitték Koreából, és akkor ilyen szolgaként, meg alantas munkákra fogták őket. Gyakorlatilag összefogták a koreaiakat, és mondván, hogy hát ők idézték elő, mit tudom én, a földrengést, agyon lőtték Tokió utcáin. Igen, erről már nem beszéltünk volna. Valamelyik ki nem adott adásba biztosan. Igen, szóval a valaki biztosan. Árpadon oda, eszok ide szóval. Jattá, Yasukun. Nem, izé. Emese, Ojo-sama. Na. Ah, ez durva volt, ezt külön ki kell rakni majd. Úristen, ennyi fosságot. Otto Attila Csán, Szugoly Deszka. Bájás, menjél a kajámat, aztán olvasom én. Jó, hát neked van hozzá jó hangod. Szugoly. Anto Attila Csán, Szugoly! Otto, arigato Attila Csán. Pitis Csán, kawaii desu ne? Megfájdult a fejem. Nagyon szar volt. Ennyitől? Igen, hát én nem bírom a röhögést, mert fáj. Gyenge vagy te még. De majd megerősödök. Még megnézek négy részt a Kantai Collection-t, és már kész leszek, nem kell többet tovább mennem. Ugyan már, nézd végig Hofit egyhuzamra mindet! Összes Hofit. Ja, mellé tehetjük nyugodtan Nagy Bandó 1987-es tél, Kocka utca 13, mi csak lakni akartunk, várom nagyon jó tőle. Én csináltam már ilyen Hofi maratont. Veszettem az összes Hofi adást, enkorról, és éjszakánként azt hallgattam végig. Én bírom. Na gyerekek! Hogyha akartok valami kurva vicceset látni, akkor nézzétek majd a Facebook oldalunkat, mert hamarosan kiteszek oda egy képet. Csak ugye a mostani témához így kapcsolva. Attila Csán. Megcsináltad Attila Csán? Nem. Viszont találtam egy olyan képet, amit így mindenkinek látnia kéne, majd mindjárt csak lementem a képet, hogy fel tudjam tenni Facebookra. Várunk. Úristen. Mosi-mosi. Mosi-mosi, Attila Csán deszka. Nem, mert Obama fölveszi a telefont, és akkor mosi-mosi, Obama deszú. Jaja. De ez durva van, mit találtam. Tibi atya új képe? Nem, de akár az is lehetne. Nekem azt tetszett a legjobban a legutóbb tőle, hogy nem az a probléma, hogy ezen a héten csak kétszer rúgtam be, hanem az, hogy pénz csak hétszer. Nem az a baj, hogy hétfő van, igen. Jaj, és a legutolsó Dancsós kérdez feleleket megnéztétek? Jaj, lehet, az a szellemes. Ja, igen. Ott, az a szellemes. Otaku waifu. Igen, otaku waifu, nem tudom mi volt még hozzá, de az otaku, hogy ugye már értettük, persze. Igen, az aki itt van, szerintem mind érte. Hát persze, és kegyetlen volt. Ja. De igazából azt kellett volna benyomnia, hogy így Omeha no chichi wa washida.
Luke, I am your father. Japánul. Igen. Ezt végig kéne nézni japánul az Csillagok háborúja részt. Biztos vagy te abban? Jézusom. Ne legyél ennyire szadista önmagaddal. Luke, szerint... je suis son papa. Hát ez az ennél szarabb úgy lesz. Hi, Obama-kun. Sose be, sose bízt benne, hogy milyen ne szarad. Na gyerekek, kiposztoltam a Facebookon a képet, amit mondtam. Lehet nézni is. Én mindent látom, csak nem tudok rámenni, mert folyamatosan frissít a Facebook. Nem baj, Haku, akkor kérlek. Multitrát. Akkor operát fölpattintjuk, Chrome-ra teszünk rá nagy ívbe. De, ezért, miért nem gépről nézed? Gépről nézem? Ja. Luke, je suis son papa. Igen, jól tudtad. Igen, ez a... Slay, hogy van ukránul ez? Ukránul nem tudom, olaszul tudom. Io sono don padre. Luke. Én vagyok az atyád. Szóval, hát, igen, olaszok meg úgy hangzik, a beszervetnék a pótalosztába. Halljátok, lakatos Naruto, én leszek a Vajda. Ajj! Uzamaki... Ez annyira fár. Uzamaki Norbert, mikor már... Uzamaki Norbert, én leszek a következő Vajda. Jaj. Tényleg, milyen durva lenne a Naruto így megcsinálva? Tehát... Nem lenne jó, csak agyadat lefárasztanám igazából. Hát, De várjál, akkor mi lenne a magyar Naruto? Hungaruto? Nem, maradhatna a Naruto név, csak ugye mi lenne itt a cél? Hogy te legyél a izé? Te legyél a puszták királya. Nem, köztársaságjának akkor már. Áder nem hagyja. Hát ugye, Sasuke lesz a cigány majd. Naruto meg mondjuk lehetne Becsár Rózsasanyi. Na akkor már miért ne lehetne skinhead? Skinhead? Egyébként nem is rossz ötlet. Sasuke, nem zavar, hogy cigány vagy, de menj már. Édes Istenem. Nem, mert tudom külön a linket. Na, remélem a jövőbeli főnökeim nem fogják ezt az adást meghallgatni. Miért? Tök jó. Mitől félsz? Ez az. Hogy megélhetési bűnöző leszek. Ekkora volt. Hát, nem félni kell, ott csinálni kell. Ja, igaz. Aj. Meg, tényleg, meg csak tudom. Ennyi! Csak ennyi ez a kép! Hát igen, vicces, de Multitant már láttuk. Multitant igen, már alap önmagában vicces volt ez a Bambi szemű. De jó. Válogathatok én itt nektek. Ez onnan múljon. Korosó. Korosó. Épp annyival beszéltünk valamire oroszul, vagy legalábbis próbáltam rávenni, hogy tanítson egy kicsit oroszul. Eszembe jut azt a szó, hogy korosul, de én full magamtól. Igen, a Kantai Collection-ben mondja az egyik Csajci. Nézem utána a Kantai Collection-t, és mondja egy korosul. Valószínűleg ezt pont ma tanultam ezt a szót, vagy pont most jutott eszembe, még jó, hogy eszembe jutott, hogy jó, jó. Na mindegy, ez... Azt jelenti, hogy jó. Aha. Akkor nem jártam ezt az igazságtól, mert én igazából, amikor először néztem, fordítottam, akkor hogy álltam leírva a korosó. Mondom, jó, ez orosz, addig jó van, csak miért hallom úgy, mintha azt mondaná, hogy harasó? Jaj, meg amúgy horrorsónak szokták érteni az amerikaiak. Ja. Mi van? Luke, itt vi batko ukránul. Luke, itt vi batko. Jó. Ez elég szarul hangzik. Igen, de még szarabban van leírva. Ciriből olvastam föl. Látom. És ez amúgy ukrán. Hásónak értjük. Jó van, köszi szépen a kiigazítást. De az ukrán? Jó, persze, de...
Állítólag, most nem tudom mennyire, van egy Livovi ismerősöm konkrétan, aki ugye anyanyelvi szinten beszéli az oroszt is, de azt mondja, nagyon sok különbség nincs közte a kettő között. Viszont ezt egy ukránnak nem mondjuk, mert sírni fogsz. Igen. Jó, mondjuk ő ukrán lány, szóval... Hogy... Kavai Morgan Freeman-t látotok már? Igen, láttam. Én már láttam. Az a probléma, hogy olyan, mint röhögni, maximum már csak olyat tudok, amit még nem láttam, ez nagyon ritka, vagy amit elkövettem. Például ma le akartam fénymásolni a lakáskulcsomat. Hárasó. Igen, mondom, hogy elmegyek lefénymásolni a lakáskulcsomat. Mi van? Akkor jutott eszembe, hogy baszki, mit mondtam. Luke, Jetvíj Batyko. Jetvíj Batyko. Jetvíj Batyko. Amennyi ciri betűs kottával kell nekem foglalkoznom a kottatárba, már így is elég, valamennyire jól olvasom. De már körülbelül ránézek, és már el tudom egyből olvasni egy Diaforte piano zongorára. Nekem már csak pár betű maradt meg. Néhány adhok elkezdtem orosz tanulni, legalábbis ciriet tanulni. Én is. Én azt akartam, azzal írom majd az iskolai puskákat. De... Aztán rájöttem, hogy a tanáraim még olvasni. Igen, azok mind beszéltek valamennyire oroszul, nem is olvasni tudnak. Utána én már rúnaírást használtam. Elfet? Nem. Skandinávot. Pont kurva sok különbség van köztük, sok ukrán alig tud oroszul megtanulni, mert betűk is mások. Plusz az egyik hucul ukrán nyelv mindenből áll, cseh, magyar, orosz. Ezt így jó tudni azért. Jó, ez is olyan, mint hogyha mondanánk, hogy a magyar könnyű nyelv. Próbálj meg egy külföldit megtanítani magyarul. És akkor eszembe jut erről az egyik nyelvtanításos kabaré, még régebből, nem tudom milyen Siegfried, de volt előadva, hogy amikor jöttem haza, a húzaton nagy volt a vonat. Mert előtte megkérdeztem, mi a különbség a húz és a von között. Az égvilágon semmi. Jó, mert a húzaton nagy volt a vonat. Igen, azt hallottam én is. Jár a hasa, vagy megy a hasa. Igen. Szóval... Ugyanez van, mint ami most megy az anime fan Facebook csoportban, hogy akkor... Jaj, lemesézték az animét. Azon annyira kész vagyok. Ma írtam pont róla szép, hosszú blogposztot, hogy ez úgy fasság, ahogy van ez a reakció. Ez a sok fan nem tudja megérteni, hogy az anime... Lényegében mese. Minden mese, amit kitalál az ember, ennyi. Illetve van az irodalmi mese. Tartalma. Illetve van az irodalmi mese, aminek meg olyan... Hogy mondják, ezt te tudnád jobban szerintem, Ritz, hogy saját stílus elemei vannak. Lényegében, igen. Lényegében mondhatjuk, hogy sajátos stílus jelmei, nem azt mondom a sajátos, mert van, ami úgy rájellemző, de mégsem igazából. A mesét igazából, mint irodalmi műfajt jobban csak az alműfajai tudnak megfogni, hogy gyerekmese, fabula, tündérmese. Megröltöm a fabulám. Hát igen, én is mennyit tudtam rögni azon, hogy fabula, hát a faszéken is mennyit lehet rögni, szóval. Hát meg jó, az, tehát ugye ez a legjobb, hogy kis tudatlan paraszt vagy, és akkor fabula, hogy fával van a nő, hogy fabula. Igen, meg a, hogy hívják, a erdész gazdaságban a csajszi, az meg erdőszélén faszállító, szóval. Nagyon tutajos. Tudjátok, tudta, hogy régen fát szállítottak, faszállítottak. Igen. Jaj, mekkora jó volt.
Ja. Vannak ezek. Persze. Meg a másik kedvenc, amikor összekeverik a mesét, meg a rajzfilmet. És akkor macskafogó. Vók. Jó, a vók annyira nem, de inkább a macskafogó. Ez az inkább erőteljesen benne, csak sima rajzfilm. Vedd át, ha Queen Whiskey-t reggeliztem! Igen. Hát szerintem most maradjunk abban, hogy mese vagy anime. Igazából anime is lehet mese. És mesei élemek pedig lehetnek animékba felhasználva. Nem feltétlenül csak gyerekeknek szól egy mese. Például... Igen. Igen, orosz faszán, trojkán. nem tudom, mit... ja, igen, hogy a Gyűrűk ura is eléggé mesejelenekből épül fel. Mégsem nevezzük mesének, hanem megteremtett egy külön műfajt, fantasy, adventure book, vagy hogy mondják, adventure story, nem tudom, fantasy. Igen. Jó, meg mondjuk ott azért elkülönítettem a mítosztól, tehát azért a Gyűrűk ura inkább mítoszi elemekből építkezik, mint mesei elemekből. Jó, ma már a legtöbb mítosz, hogy a görög, a skandináv, meg ezek inkább mesének hatnak. Mert pont azért, mert elvesztették a vallási felhangjukat. Hát, ja, a Biblia ez egy nagyon jó fantasy könyv, nagyon szeretem. Én is, legalábbis ahhoz képest, hogy mennyi extra tanulságot tudnak beletenni. És azért az tényleg nagy szó egy fantasy regénytől. Igen. Azért a hegyi beszédek nem hiába a hegyi beszédek. Azok még a legegyszerűbben. Pont azért vannak úgy előadva, hogy a legprimitívebb ember is megértse konkrétan. Azért adta elő Jézus. De ebben nem kívánok belemenni, mert még a végén még a bigott katolikusok is ránk szállnak, nem csak a tek. Tek után nekünk nem mindegy. A tek után már jöhet bármi egyébként, szó mi szó. De egyik, vagy nem, a tek még mindig finomabban töri rád az ajtot, mint a romai jogi aktivista. Vagy a spanyol inkvizíció. Jaj. Arra soha senki szá számít. Igen. Jaj. De tényleg egyébként azt hallottatok, hogy most ez az új trend a hackereknél, hogy egymásra hívogatják a teket? Nem a hackereknél, a hülye 12 éves lifeless faszoknál, akik streamen nőnek fel. És azt hiszik, hogy mekkora Janik, amikor ráhívnak egy átlagos dolgozó emberre, aki streamel, ráhívják a SWAT-ot, és hogy ez mennyire kurvára vicces, amikor nem is az. Igen, a szvatolás, ezt hallottam róla. Büntetik is keményen. Ja, most ez is kaptak egy srácot, valami 15 évet kapott egy szvattér miatt. Uh-huh. És komolyan, hogy... ez miért jó? Tehát, és volt egy srác 16 éves? Én 18 év fölött azért büntetném börtönnel, 18 év alatt inkább a kiszállási díjat. Igen. Hajtatnám be csak simán. Mert nálunk is egyébként középsúlyban, amikor bekerültem, a második fél évben lettek eléggé erősek a bombariadók. Ha nem volt egy héten kettő, akkor egy se. És ott is már mi nem tudtuk, hogy kicsoda, mit csinálja. Hogy két évig voltak ezek, folyamatosak. Azóta se derült ki, hogy egyébként kicsinálta. Szóval... Ott is már a végén mi morogtunk azért, hogy na jó, azért hagyjuk már, ami sok a sok. Nálunk legutoljára azt hiszem általános suliba volt, nagyobb is nálam. Ilyen bomba riadó. Még izében is volt szakközépben. Én azt elhittem volna egyébként, nem tudom hány éve volt, várja, mikor végeztem? 2010-ben végeztem. Előtte két évvel.
2008-ban, azt hiszem 2008-2009-ben, ugye megpróbálták kirabolni a Moszkva téri bankot. Az OTP bankot. Uh-huh. És ott volt tőle kb. 200 méterre a sulink. Na jó, nem 200 méter, egy kicsit több, de lényeg az, hogy aki a déli pályaudvarból járt haza, meg aki Dél-Pest fele arra járt a Moszkván keresztül, az nem tudott volna átmenni ott akkor. És az egyetlen egy másik volt, hogy előtte egy órával végeztem pont, mint hogy ez az egész akció ment volna. Az a jövök, bekapcsolom a tévét, hírekbe már egyből ez megy. De jó ég. És akkor elég sok ilyen is volt akkor, jól emlékszem, akkor voltak a bankrablós sztorik. Igen, megszaporodtak-e? Igen. Elég alaposan. Most már visszaesett a legutóbbi bankos dolog is, azóta, hogy valamelyiknek az elej, ajtaja előtt táskát habbantottak. Ez is tavaly volt, azt hiszem, pont. Na mindegy, a Hajkéz utcát egy se teszi túl. A legviccesebb az, amikor egy teherautóval, vagy egy ilyen kis tergépjárművel megpróbálják kitépni az ATM-eket. Igen, az én is rölgök időnként. Főként miután be vannak betonozva újabban. És rengébe ki lehetett tépni. Ki, csak most akkor igen, baszhatták a pénzt, mert telefestékezték. Felrobbantak a festékkazetták benne. Jaja. Miért. És érted, mikor már mindenhol ezzel volt tele a hír, hogy nem érdemes ATM-eket elrobni, mert konkrétan be van biztosítva, még azután is folytatottak, legalább egy jó fél évig. Hát próbálkoztak, hát nemek amú. Ja. Ilyenkor legalábbis én megérteném. Ezt legalábbis. Mert ha én bankrabló lennék, akkor nem feltétlenül hinnék a híreknek ezen részébe. Megfontolnám, de nem feltétlenül hinnék benne. Nem van benne valami végül is. Csak azt akarják, hogy elrettentsék őket. De miért akarják? Most már kívül is el vannak rettentve, szóval. Legalább. Ezzel viszont most azt vívták ki, hogy nincsen jobb sztori a híradóban. Már híradót se éri megnézni egyébként. Egy darabig az volt az fő szórakozásom. Esténként nekem is RTL híradót, meg is egy hírtévés híradót néztem. Amúgy az RTL-s híradó az jó. Jó szar, de hogy legalább röhögni lehet rajta. Szaniszlón jobban nem lehet röhögni. Én szeretem Szaniszlót, vannak érdekes gondolatai. Csak néha ugye van rugaszkodva a valóságtól, hogy nem tudom elképzelni, hogy most egy újfajta Bond regényt ír, vagy mit. Hát ja, amikor bejönnek ezek az ezós dolgai, azok durvák, de amúgy van értelme, amit mond. Hallottam már nagyobb sületlenséget is. Szó se róla, én is. De lehet fokozni, lehet tetézni. Amindegy, tényleg elkanyarodtunk kicsit, nagyon a világi témák felé. Igen, kicsit nagyon. Hogy tudom én, mi legyen most? Srácok, mondjatok valamit, írjatok valamit. Bármit, csak ne politikát. Attól az egy tökre ívéljetek meg minket. Két perc alatt fel tudom magamat húzni, úgyhogy utána a két órán át nem nyugszom meg. Az már azért sok lenne. House of Cards-ot nézed amúgy? House of mit? House of Cards. Nem. Amerikai politikai sorozat. Ja, igen, tudom, melyikre gondolsz. Magyar címét ismerem, csak hirtelen nem úrik be az. Hallottam róla, meg érdekesnek is találom, de először inkább a Breaking Bad-et nézném meg, az Álmos vagy legendája sorozatot, meg a Da Vinci démonait. Da Vinci démonait azt nem behaszálták? Nem tudom, egy darabig biztos.
Egy darabig biztos futott, és legalább az érdekel. Meg a Danger Five. Második világháborús paródia. Mikor sasi elmezben írtja a nácikat az egyik ausztrál. Au. Meg, hogy hívják, nemi úton terjedő nácizmus. Most egy Monty Python film lenne. Igen, egyébként valami nagyon olyasmi, és ráadásul nem is ez a poén, hanem a zsidók aranyvére az, ami gyógyítja, az az ellenszer. Au, igen. Ez kb. Mit találtuk volna ki? Nem, ez meg annál is durvább. Durvábbat találtak ki a filmbarátosok, ugye a láthatat Mannal. Hallgassátok meg az április elsőjét. Azon én szarrára rögtem magamat. Konkrétan csak azon. Az egy ilyen. Közben Kumagamba a Misogi kérdezi, várjátok már a tavaszi szezont? Még a tél is ment le. Még ez kezdődött úgy igazán, szóval. Várni, várhatjuk attól még, hiszen már be vannak jelentve jó nagy címek. Egyetlen egy címmel tudok, amit várok. Nem, egyetlen egy címről tudok, amit várok. Digimon. Mi második évad? Digimon Adventure 3. Adventure Trap. Nekem is meg kéne, igen. Nekem is meg kéne azzal egy kicsit fejlődnem, mert az Adventure után már nem néztem. Igazából azokban nem is lesz róla szó. Ha az első két Adventure-t láttad, akkor mindent láttál, ami kell hozzá. Az alapot láttam, meg az Adventure-t, ennyi. Hát az alap az Adventure, és amire te gondolsz Adventure, az a Second volt. Ja. Amiben már nem Tájék voltak a főszereplők, hanem Takeru, meg a TK, meg a... De így is újra kell néznem, mert németül láttam még annó tévében, és nagyon az maradt meg engem belőle, amikor Devimon jön, hogy így, mi Dunkelheit ist kommen. Internet ist ausgegangen. Ausgegangen. Jaja. Egyébként tavaszi szezonból, ha hihetünk, mert legalábbis nem láttam kiírva, akkor a Lupin Sansei-nek az új változata, egy új évadja indul, ami a San Marino-ba fog főleg játszódni. Ah, ez jó lesz. Úgyhogy igen, én azt különösképpen várom, a Fate-nek a második évadját várom. Nálunk a belsőben azért kicsit beszélgettünk arról esetleg ezt a Yamada-kunt, mert szó se róla, én nagyjából ismerem, tudom miről van szó benne. A lányok meg egyszerűen így csillogó szemekkel nézték az egészet. Mondom, jó van, de itt szerintem az lesz, hogy valamelyiket bejelenti, hogy ő ezt szeretné tavaszi szezonba. A Charlotte-ot várom még konkrétan, az elvileg, úgyis akkor lesz. Ezt mi is várjuk igazából. Az új kéjelni, nem? Igen, meg hogy hívják ott? Angel Beats új speciálját. Meg még nem tudom, volt egy pár, ami úgy engem azért úgy elkezdett érdekelgetni. Kaptam egy Facebook üzenetet. Múltkor megnéztünk az egyik Lupin filmet megnéztünk múltkor. Valamelyiknek a második részét, amikor az aszték, nem tudom, aszték mintákból rakták össze, hogy hol van az arany. Azt hiszem, azt pont nem láttam. A Lupinből ugye a Babilon kincsét láttam. Ahogy... Hát, Babilon kincse lenne az? Igen, Babilon kincse, azt láttam. Akkor az. Hogy hívják meg volt egy olyan, amikor Oroszországból szeretettel játszottak egy körbe, akkor Hemingway kéziratait, ezeket láttam meg, amit a Conan detektívvel csináltak crossover. Na az überelhetetlenül jó lett. Igen, ennyire jó. Az nagyon állat lett. És Lupinből van sorozat is, nem? Három teljes évad sorozat van. Mindegyik régi, az első az, amikor a 60-as évek végén készült. Aztán 70-es és 80-as évek, valahogy így, aztán utána leállt mozifilmek jöttek, ovák jöttek. Megpróbálkoztak egy olyan, hogy Lupin 8, a 8. Lupin, ahol már az ő egyik ükükük unokája lenne az egy főszereplő. Ennek eredetileg nem lett hangsávja, nem készült el a szinkronja.
feliratozták az egészet japánul, ahogy volt, és állítólag a legutóbbi kiadáson csináltak hozzá egy hangsávot, amiért tartás végett. Nem szinkronizálták le, de kiadták? Na, egy ilyen pilot lett volna. Ja, csak a pilotját. Aha. Egy pilot volt konkrétan. Amit láttam Lupinből, az nagyon jó volt. Igen, nekem az a mokányi stílusa az nagyon bejön. Ez egy dandy lenne. De space dandy lenne, csak a mi korunkba. Meg tolvajként, ja. Vicces volt. Azt mondja, hogy igen, a nincsátok King volt a Lupin, Szénszeia valaki. Szénszeia elég régi darab. Ha csak nem egy ilyen reboot sztori vagy mellék sztorit akarnak csinálni, akkor én megnézem, de... A Last Christmas-e folytatás. Pár fölött van a részek száma, úgyhogy... Már az csak az alapsorozaté. Azzal is újra kéne menni. A Nisekoi 2-n annak még az első évadját se láttam. Nisekoi az állam is benne van a megnézendő között. Basszus, de sok minden jön. Retorama, Fate per Stay Night, Gintama! Jön a Gintama! Tavaszi szezonban jön a Gintama, azt majd nézni fogom. Még egy évadot kap? Aha. 13 rész? Vagy nem tudni? Azt nem tudni még. Szerintem megint 13 részt fog kapni, mint az előző. De nem már. Figyelj, amennyi eltelt azóta, nem tudom, 2 év talán. Vagy úgy. Azóta kb. Ennyi anyag összejöhetett egy 13 részre. Nem hiszem, hogy elkezdik fillerezni, legalábbis nem a Gintama jellegzetessége. Maga az rendes content is olyan, mint a filler lenne, az a baj. Nem tudom, annál van az, hogy azt mondják még, hogy ilyen túl az első X rész, és onnantól kezdve király lesz. Nem, az a One Piece. A One Piece-nél is van, azt tudom, de a Gintamánál is mondanak valami ilyesmit. Hát lehetséges. Gintamában én azt mondom, hogy mindegyik, vannak olyan árkok, amik nagyon jók, de általában inkább a viccességre megy. Szerintem az eleje az nagyon lassan indul be. A Benizakurás árk az valami eszméletlen király lett. Majd megláttam, még azt is el kell kezdeni egyszer. Jelenleg 2 AMV tervezet van a fejembe. Meg kéne ezekedni, már úgy vagyok vele, hogy nem csinálom azt úgy, mint a Bittersweet Symphony instrumentál változatára előadva Angel Beats-es cucca, hogy hát nem csinálom meg, inkább leadom az ötletet is, majd valaki megcsinálja. Azóta sem készült el ez a fajta változat, úgyhogy lehet, hogy egyszer nekiülök annak is. Az egyik az konkrétan Sabatonra, tehát jó kemény svéd metalra, Strike Witches. Durván hangzik. Inkább csinálj meg Kantai Collection-ra. Kantai Collection-ra nem tudnám megcsinálni, nem legalábbis nem találtam a Sabatonnal olyat, ami a haditengerészetről szólna. Menover, hát náluk is végig kéne hallgatni teljesen, mert Sabatonnál megtaláltam, hogy ezt a Night Witches című számot a 2014-es Heroes lemezem. Konkrétan az az 588. vadász, éjszakai vadász ezredről szól, az oroszoktól, akik 42 és 45 között szarrázaklatták a németeket a keleti fronton. A legtöbb időben is 44-en voltak a tagjuk, 30 valamennyien vesztek oda, és csak nőkből állt az egész. Az tényleg megy majd a Strike Witches-hez. Úgyhogy igen, és ráadásul főként ilyen az akciósabb jeleneteket kívánom összevágni, hogy az a tényleg, az a fegyverpornó érzete legyen az egésznek. A másik, ami meg eszembe jutott, az konkrétan a Time Agency the Dawn-ja. Azonos című lemezről. Az pedig egy vallási alapú, de instrumentál szám az egész.
És az meg a kiúszógájgára, akik kezdtem el összevágni. Igen, azt már elkezdtem. Nekem nagyon régen voltak ilyen ellenbés törekvéseim, aztán eljöttem, hogy lusta vagyok én ilyenekhez. Hát van egy videóm YouTube-on, azt 400-valahány ezeren néztek meg. Az első Final Fantasy filmre, tudjátok, a Spirit Within-re csináltam egy edest számot. Ütlent, azt hiszem. Ugye akkor még nem voltak ilyen music videók, meg lyrics videók, meg ilyenek. Ugye oda jöttek Eddet hallgatni az én videóm alá, 1400-valahány ezres. És egy lett 290 feliratkozóm a Gergő Bakonyis csatornámon. Merki Norbi írja, hogy a titkott ellenállás Waffen SS-re. Egyenleg meg, te így szereted a titkott ellenállást. Múltkor még UFL is posztolt egy ilyen számot. Vérszerződés, csak hogy valami fincsi legyen. Esetleg archívum. Igen, most kénhet zenekarokat mondtam. Sejtettük. Igen. Kicsit benne vagyok a hétkorban is. Jó, mondja az, akinek kb. 150 DVD-ből áll a zenei gyűjteménye. Nekem meg 90 gigából. Jó. Csak számolt ki, hogy 4,5-szer hány giga az a 150. Vágom. Szóval azért... És abban benne van minden a 20. század legelejétől kezdve a legújabbig minden. Tatum is van. Az nekem is van. Ja, Tatu, Britney Spears, Christina Aguilera, mellette ott van még ilyen, hogy Opeth, Slayer, mondják, Marduk. Minden műfaj. Most nézem meg, hogy most csak 20 giga, mert meghalt. Nem vagyok neonáci, van hajam. Lánctalpas, Skapi. Mi van? Ja, csak a Romer. Azt akartam, hogy mostában YouTube-ról szoktam zenét hallgatni, basszus, és alig vannak normál zenéim a gépen. Én is bent a munkahelyen legalábbis YouTube-on keresztül hallgatok zenét. Jobb híján. De akkor is inkább ott bent a... Általában Dropkick Murphys-t szoktam hallgatni, The Ramjacks-et, ugye két ilyen kocsma metal-szerűséget, aztán Metallica-t, elsősorban Iron Maiden-t. Ilyen klasszikusabbakat. Azoktól még nem riadnak meg a gyerekek. Melyik volt? Dimmu Borgir... Na, Dimmu Borgirt kéne hallgatod benne náluk. Hát igen. Csak egy általános iskolába? Hát. Azért ne rancsuk már meg olyan korán a gyerekeket. Ezért nem hallgatok odabent Rózsaszín Pitbullt se. Jaj, hát vidd a fejhallgatót, aztán cső. Aztán nem tudok mit mondani. Gondolkodtam rajta, mert a legutóbb South Parkot néztem amúgy is. Azt, hogy nem ma meg tartottam csak kusimel. Jaj, nekem kezd lerohadni az agyam. Mi volt eddig is? Igaz. Ogyó szeme. Ogyó szeme. Nem sóvárogsz nagyon a kazánba fűtésre? Igen, Kantai Collection-ös, hogy hívják, utalás. Igen. Nézd, Akagi mondta azt, hogy a rejtett szívem felmelegítése vár, vagy valami ilyesmi volt a szöveg, amit mondott. És akkor, aha, értem, szóval fűtsünk be a kazánba, jó van. Aj. Aki nem érti esetleg miért, a hajó teste, tehát ugye szedjük le Hakagicsánra csak a végtagokat, megkapjuk a hajó testet. Alul volt mindig a gépház meg a kazánház. A hajó alján. Alsó fertály. Igen, szerintem mindenki értette itt. Most na, azért menjünk biztosra. A lektor nem értette. Igen, a lektornéni nem értette az utalást. Ne bejönje, Vinus. Be úgyse hallgatja, úgyse.
Kawaii Nickel-chat. Micsoda? Kawaii Nickel-chat. Mi az a kereső szó, amivel rákerestem a képekre? Igen. És tényleg Detroitban van egy maid café. Ezt még szerintem Ritz mesélte. Én? Hát igen. Nem, az egyik OFS tag. A Detroitban nyílt egy maid café, amiben a legtöbb nép az igazából néger lány. Az French maid... És látni belőlük valami a fekete cserédlányi ruhából? Micsoda? Vagy nekik fehérem van. Nekik is fekete van. És akkor nem csak egy nagy fekete maszlagot látnak az emberek? Ne, igazából. Nem, nagyon nem áll nekik jól. Én szeretem a néger lányokat, mert van köztük aranyos, mert nem vagyok rasszista, legalábbis a négereket nem utálom. A négereket, meg az ázsiaiakat annyira nem. És... De nem áll nekik jól. Ázsiaiakat nem kell utálni. A déli alatt, aki jár déli pályaudvarban, van a kis bolt, vietnámi boltos a játéküzlet mellett. Nagyon olcsón adja a csokit. Hát általában a diszkont boltosok azok ilyenek. Ja. Én is 250 forintért veszem a fél literes monstert. Az én kedvenc vietnáminnál. Nem tudom, a Doki című sorozatot valamelyik őtök vágja? Pár részt láttam belőle. Igen, ismerem. Scrubs-ot. Jó, akkor nagyjából tudni fogjátok, hogy ugye van a JD, meg ugye a, most nem teszem be a négenek a neve. Egyszer elképzelték, hogy mi lenne, ha ők lennének a csoki királyok, vagy mi, és hogy minden csokiból lenne. És így elkezdi ja, Törk. Törk a neve. És elkezdi letörni Törknek a kezét, és elkezdi enni. Na, átküldöm a Hangouton a néger médeket. Ilyen rózsaszín ruhájuk van, nem fekete. Még jobb. Norbert az írja, hogy lehet ki is kellene kormolni előtte. Ki tudja. Hát figyelj, előtte fát dugtak be oda, meg szenet, szóval végül is. Bully swag when you are kawaii as fuck. Dragon, ez inkább már neked szól Flash Motoharutól. Valamelyik, valakivel fel tudnál venni a... Igen. Hát elsősorban, hogyha írsz a Facebook oldalunkra, ugye az anime barátokra, azt most így nem tudom belinkelni chatbe, akkor ott én fogok neked válaszolni valószínűleg, és föl is foglak akkor venni. Legalábbis nagy valószínűséggel te válaszolsz. Hát igen. Hát vagy Dante, de hát ugye most nem elérhető. Hát figyelj, tényleg. Vagy amikor én látom, vagy olyasmi, akkor hozzá tudok szólni. Igen, igazából mindannyiunk tud hozzáérni, mindannyiunknak van hozzá akja. Írj a Facebookos oldalunknak. És akkor szerintem beleszel rakva egy közös beszélgetésbe. Ja. Na srácok, mi legyen? Folytassuk meg? Akarjuk. Hát, én nem vagyok fáradt igazán, hogy bocsinálhatjuk, csak nekem később föl kell vennem egy szinkront. Szinkront? Mit szinkronizálsz te? Doktor Hú. Igaz, csak ilyen mellék szinkron szerep, de jó az. Mit fog csinálni? Azt hiszem, hogy pont a... Nem. Azt hiszem, talán a pont a Manhattan-es... Nem. Nem a Manhattan-ös rész. Valamelyik hetedik évados résznek én leszek a mellékhangja, amikor Amy-ért és Rory-ért megy ugye a Doki, uh-huh. És már éppen válnának meg ilyenek. Ez az a Manhattan-es, nem, a Manhattan-es az nem, az már az után. Ez nem. Viszont az a Manhattan-es rész az nagyon jó volt. Hát jó volt, igen, csak én nagyon sajnáltam igazándiból. Annyira és ez a legszorabb, az a legszorabb, hogy vissza tudna menni, de ha visszamegy, akkor macskaegér játék lenne egész sokáig. Hát... Én leginkább Donát sajnáltam. Nál is hasonló a helyzet. Pedig szerintem Dona volt az eddigi legjobb kompanyum. Én még mindig nem nézek út egyelőre. Érdekel a dolog, az elejétől kezdve kezdeném el igazán nézni. A klasszikokkal?
Alámondás és Akagema King manga. Ne! Csináljuk meg! Hangos manga, baszki! Én már megcsináltam egy olyat, hogy hentai hangalámondással direkt a régi 80-as évek emlékére, és akkor ilyeneket belenyomtam, hogy a, igen, még a... Ja, igen. Jaj. Igen, ezt már mondtad. De igazán, miból... Ha már itt tartunk, hasonló ötletünk van már, ami a csatornára föl fog kerülni. Úgyhogy... Tényleg? Hát igen. Tényleg? Csak olyan, nem ilyen hülyeség az egész, hanem az kicsit komolyabb. Tényleg? Tényleg. Basszus, jó tudni. Nem is tudtam. Nem mondom ki, hogy mi a... De... De én majd leírod akkor. Most írom akkor egy chatbe. Igen, írom chatbe. Ha nem fagy be. Tudjátok, milyen durva, hogy konkrétan egy órája nem beszélünk normális adagokról, és még mindig van hét ember, nem, öt ember, aki néz minket. 11 volt, amikor feljöttem. Rontod itt a színvonalat. Nem, ha meghallották a helikopterező ős magyarokat, azt nem. Nem, akkor volt a legnagyobb nézettség amúgy. Igen? Akkor meg mondta, hogy jöttek, becsatlakoztak a fideszesek, vagy mi? Az igen. Egyébként ilyen szó, de arról a amatőr kezdeményezésről van szó, csak... Facebook oldalunkra írtak egy kép alá, és azt írták, hogy az igen! És gondoltam már így, játszadom hangalámodásosan. Az igen! Az igen! Jó! Igen, 8 embert ír nálad, de mi 3-an vagyunk, és mindannyian nézik az adást. Mert ilyen köcsögök vagyunk. Ja, hogy te vagy az igényes ember. Jó, rendben, jelöllek. Oh. Az igen! Az igen! Bocsi, jó. Nem baj. Szabó. Na, közben amúgy... Dani, írd már meg, hogy mi van a felhasználó neved, mert ismerős vagy nekem, nagyon is. Nekem is ismerős. Ráadásul, hogy hívják a közös ismerős Hikó. Hikóval? Hát jó, hát... Hikóval nekem közös ismerős. Hát mi a gyurrel a soppos? Hát, igen. Hát valószínűleg ismerős az ez Hikó. Most jó, de akkor ott lenne közte, hogy hívják is, Gergő King, meg a több, meg egy páran, akik meg ugyanúgy nekem is ismerőseim, vagy Durmi. De lehet, hogy ő csak podcastes, mármint Urahrás podcastes, és nem csapattag. Nem, animagazinos, azt hiszem. Igen? Mhm. Ja, akkor értető. Lehet. Meg itt a chatben, hogy az animagazinnál csinálja ezt a podcastes cuccot. Ja, ja. Csak ugye az úr arra soposokkal is csinált már ilyen podcastot, és akkor rajta keresztül intézzük ezt a dolgot majd. Ja, hogy ja, köszi Dani. Ugyanúgy ismerős vagy nekem, szóval nem tudom, hogy honnan. Én hirtelen a New Playerre gondoltam. New Player van? New Player, nem, ez a Nick neve. Yeah. New Player gondoltam először, hogy ő lesz, hogy ő lehet. Kicsit csodálkoztam azon, hogy akkor viszont Kuro is az ismerősei között lenne. Mm.
Nekem ismerőseim között van Kuro. Nekem is. Nem mondtál vele újat. Szeretem azt az ember, de néha nagyon erősen sok. Mikor melyikünk nem? Tényleg, Ritz, te nézed az NFL-t? NFL? Aha, most lesz a Super Bowl, nem akarod megnézni? Nem nézek én sportot, leszámítva a normál focit, de azt is szökő évente egyszer. Hát, ja, én is akár. Például ilyen volt a magyar-román mérkőzés, amin alaposan kikaptunk. Most lett egy új magyar-román, egy-egy lett a vége. Ez jó volt. Azt már nem néztem. Hogy hívják ott a magyar-hollandot néztem meg. Jaj, nej! De... Meg a... Hogy hívják a... világbajnokságnak a végét. Az elég unalmas meccs volt amúgy. Hogy hívják, én azért nagyon bírtam, amik azt a... Még most is előfordul az, hogy a mai dátum Brazília Németország. Igen. Az nagyon szövetség. Nagy szövetség, de tetszik. Ahogy az argentinokat kicsit sajnáltam. Brazilokat még jobban, mert ugye saját földjükön negyedikek lettek, ugye harmadikok. És elég szarul is játszottak állítólag, nem megyetek hozzá a focihoz, ezt azért egy... Védelmi az nem volt jó. Hát én meg egyáltalán nem jöttek a focihoz, én a németeknek szurkoltam. A EB-n is, nekik szurkoltam, előttük is. Én mindig holland drukker voltam. Dani Villa néven vagyok. Jó, akkor már tudom. Akkor már tudom kicsoda, oké. Ez a egyébként a nick nevek átka. Dani Villa. Okay. Olyat kell választani, ami még nincsen. És megvan oldva. Haku. Ma is bocsánat, mostantól én már Haku Hime vagyok. Nem azért. Jó, akkor átírjuk majd a következő adásnak a képét is. Nem. És kicseréljük a képet is. Igen. De a... Buborék hercegnő tényleg. Várjál, már még mondok egy jobbat. Barbie baba, és a fejére ráfotosoljuk. Fotosoljuk hátul. Ne. Olyan aranyos képet raktam ki Otaku fórumra, akkor inkább az. Meg is otthon. Ne, ez ricsetted a megvéve. Most már én is felmények és óra. És I shall call him mini-me. Aj, szétrobban az agyam helye. Csak a helye. Ja, többi része már nincs sem. Meg is jó, már egy jó ideje nem jártam. Leszámítva, hogy hívják ott. Amit beposztoltam a zenébe. Aztán ennyi. Hát a zenetokat nem szoktam annyira nézni. Illetve nem néztem még most, ezt mindjárt megnézem. De legutolsó poszt, amit láttam, az a tiéd volt 10. hó 11-éről. 2014. 11. Mi volt az nap? Tudom én. Egy nagy adag zenét beraktál. Rémédi Horizon, ja. It Never Ends, Carfuzzi, ja, Forest. Igen, volt, igen, egy kicsit ilyen zúzósabb kedvemben voltam. Suicide Silence, Slipknot. Nem, nekem szükségem van egy kis friss levegőre, csináljátok valamit. Jó, akkor Dragon, én neked küldök valamit. Jó, Facebookon vagy itt? Facebookon, mert Vanguard, szóval nem tudom átrakni, mert az most csak, hogy hívják, hogy érhető el nálam telefonát. Aztán... Mire te bek?
A közös témába bedobom, aztán úgy annyi. Oké, akkor te vagy az, aki chillingel. Nem. Ja, hogy akkor... De én is chillingelnék, hogyha a tabletemnél nem menne a net, hogyha izé, lezárom. Ez jó. Mi ez? Ne. Igen. Segíthet, hívják emberkéknek, elmondom, akik nem látják, hogy le van fotózva screenshottal Sinonnak a feneke, ahogy kilátszik szépen a vágat. Fölirat fölötte Plot Device for Shao 2. Alatta meg John Fitzgerald Kennedy mondja azt, hogy azért választottuk, hogy kiverjük, nem azért meg könnyű, hanem azért meg kemény. De komolyan, ilyen... Ezt még én szerkesztettem össze, várja. Szóval... Közben nézeketjük, mi van. Itten még... Szerintem ezt meg is oldom izébe. Abba, hogy kiteszem a Facebook oldalunkra. Csak hogy ti is gyönyörködhessetek ebben a gyönyörű képben. Hát a felső részébe lehet. Egyedül az volt az, ami úgy tetszett a Sinonban. Na meg a ruhája. Az első, hagyják, az első GGO-s kinézete még egész szépen festett. Az alózós rész az már inkább ötletlen volt. Csak kapott egy macskafület, meg egy macskafarkat, és annyi volt az egész. Ezt olvasnom, amit írt el a Show 2-ről. Ez már legalább többet kapott, mint az első évad. Yeah! 1,000 ponttal! Hát igen, mert mondjuk az első rész, a GGO az legalább tetszett valamennyire. A másik kettő az meg már sem ennyire. Nem, szerintem a GGO-szal az jó lett volna, hogyha kihúzzák, és kicsit... Meg kicsit örgősebbre teszik. Igen, de ez így... Kaphattunk volna egy normál fegyverpornót. Ha már annyi fegyver... Én azon csodálkoztam, hogy nem tetted be azt a képet, ami abból a videóból készült, ez az anime 404-ből. Mert nem néztem meg az anime 404-et. Azt nézd meg azt az AMV-t, és abban van, hogy Kirito felé lő egy ilyen öreg csaj egy tankból, és akkor ő meg mint hogyha kivédén tudod, úgy váltak össze. És rendesen a fénykard effekteket meghagyták neki, meg minden. Még az 101-et sem néztem meg egyébként, mert valahogy nem érdekelt. Nem nagyon szoktam már véket nézegetni. Nagyon ritka az, amit úgy megnézek. Hát azért én szakadtam. Más így hirtelen nincsen. Meg Games for Free, Freedom Friday, 4 ingyen játék, de során. Ez nem fontos. Kuc-kuc. Nem a felesült, hogy Dani Villa néven van. Igen, tudom. Írtam is utána egyből, hogy igen, most már megvan. Egyből, hát mondjuk amennyire egyből veszi a napot a YouTube. Valamit ezzel a delay-en nagyon kezdeni kéne, mert elég nagy a csúszás. Nem tudom, mennyire lehetséges. A múltkor egyébként az Otherworld-eseknél is láttam, ugye utólag néztem meg a livestreamjüket a Resident Evil HD Remastered-ből, és ott is nézték, hogy ott is szeretném mutatni, hogy látjátok, milyen jó, hogy hívják.
a Tindán jelenség, hogy látszanak a apró kicsi szemcsék a fényen. És akkor így várt az Oli egy picit, hogy miért nem jönnek a reakciókra. Aztán így megnézte, és akkor ment fel éppen még csak a felvételen, a streamen, a lépcsőn, mielőtt igazából megmutatta volna. Szóval volt benne egy ilyen kis technikai dolog, tehát nekik is delayezik, lehet, hogy eleve delayes az egész. Lehet, de azért nagyon kezd szar lenni. Nem teljesen, hogy hívjákos. Passzentos a dolog, de legalább valami. Na jó. Aha, ott csak már hozzá is jött az első Norbertől, hogy it's not called being gay, it's called being aimless. Nem rossz azért esse ez a kép. Jó, mondjuk azon külön röhögtem, amikor kijátszott a kicsit ezt a hiszékenységet a többi játékosban, hogy ő tényleg lány, és akkor kicsit úgy másként álltak hozzá. Hogy megfogták ezt a valós jelenséget is. Na jó. Közben egyébként így mindenkinek mondom, hogy kérdésekre várunk még mindig esetleg, hogyha gondoljátok. Nyugodtan írjatok. Vagy tartunk addig egy szünetet. Akár az is. Jó, van, ezt megköszönjük, hogyha találsz rá valamit. De szerintem nem nagyon... Na, szóval szerintem nem lehet sok mindent kezdeni vele. Hogy őszinte legyek. Norbert Horváth, hát... Bocsi. Ez annyiban nincsen téma, de tényleg, szóval... Mi, amit úgy akartunk, azt így elmondogattuk. Esetleg, hogyha nektek van valami, akkor azt nyugodtan mondjátok. Hát sajnos nem, igen. Tehát ezt mondom én is, hogy... Meg most én elkezdtem direkt abról nézni, és esetleg, hogyha belehalljátok a streambe, akkor bocsi. Elkezdtem abról nézni a streamünket, és hát, ja. Nem sok, de pont annyi, hogy mire fölteszek a kérdést, esetleg már más témát boncolgatunk. És azért ez nem jó. Mert ennyit nem akarunk válni. Hogy fölteszünk egy kérdést, és várunk mondjuk 3-4 percet, mire esetleg kapunk választ. Mert akkor ugye megakad a műsor, bár most is megakadt sajnos, de ez most más dolog miatt.
Na, ki van itt? Himecsen. Himecsen. Ó, van. Na látom, leesett, hogy miről beszéltem. Ja. Szerintem ezt lehet hétvégén meg is csinálom majd az elsőt. És ó, nem kérdezem, hogy miről. Mit? Nyugodtan, de amúgy meg. És kikapcsolom az értesítés hangját. Kapom a Facebook oldalra az értesítéseket. Igen, és közben kapod a izéket. Dolgokat. Nem egyszerű androidosnak lenne. Akkor legyen inkább Facebookos. Az vagyok. Annak születtem. De amúgy, szedjél le egy izét. Na, egy Windows módot, aztán meg van oldva a dolog. Én használtam Windows-os telefont, jó volt, szerettem. Mit? Én használtam Windows Phone-os telefont. Ó, van egy nagyon jó ötletem, Micsoda? Facebookon mindjárt megoldom. Mindjárt látni fogjátok. Igen, amikor ilyen hülyén beszélek, akkor valami nagyon nagy kecésségre készülök. Te... Azt, hogy rám írsz. Azt, hogy rám írsz. És azt mondta, hogy anime barátokos hercegnő herceges cosplayt kell csinálni. Neked igen? Nem, te is benne vagy, ez a baj. Miért? Én miért? Kérdezz meg őt. Azt mondta Ritz, és te hercegnő, Dante is, Dragon herceg, meg én, meg Vinus. Hát erre gondolom arra gondolt, hogy mi hercegnők, ők, meg... Én legközelebb Isten leszek. A terveim szerint. Én múltkor Buddha akartam lenni, csak nem jött össze, mert nem volt annyi aranyfesték. Földön. Hát nem aranyfestékkel hozzá. Buddhához? Mhm. Uh-huh. Nem? Hát elsősorban testesnek kell lenni, szörtelennek, feltűzött hosszú hajnak, meg egy-két ékszernek, és egy nagyon laza, hogy hívják. Igen, pártedli. És közben megléptem én is a magamét. Hova írsz el? Majd jelzi úgyis. Úgyis commented by Haku. Nyugodtan kimondhatod. Szerintem jó. Nyugodtan kimondhatod. Hogy hívják ugye Haku lavos képed alá ott a plot device-nál? Jaj, félek. Aj, ne! But it's not even gay. Egyébként beismerem ennek az egy számnak a refrénje tetszik. Hát, az nagyon el van találva. Hát ez tényleg jó benne. Ez egy vicces igazából. Nem is csodálom, hogy azt szokták a legtöbb esetben használni. Oh, it's a gay bar. Az a másik. Azt nem ismerem. Nem ismered a Lincoln-os gay számot? Nem. Csű. Én csak ezt ismerem, a Tomboynak az It's okay to be gay. It's a choice on the west, it's a gay way. Ezt szerintem mindenki is. Hogy tudja a szöveget, figyeljétek már! Ez valamit jelent! Ez valamit jelent? Ja. Csak nem! Himecsen! Himecsen szuper. Bizony. Himecsen kawaii. Kávályi otokodesz, ne? Nem voltuk oda! Úristen, mi lesz itt, hogyha ezt fogjuk csinálni mi tavaszikonon is? Úr! Ki?
szegény Dyson Sunnak a videói azok használhatatlanok lesznek. De szerintem nem is fog onnantól kezdve több videót csinálni, meg kiég egyből. Főleg nem velünk. Egyébként nem mondtam, hogy én megtennék. Az a Noragaminak a jatója. Ja, jató isten akarsz lenni. Aha. Aha. Hát, jaja. Egyébként a múltban a Vinusnak megszólaltam konkrétan ennek kapcsán, hogy ha nagyon akarja, akkor legyen úgy, hogy akkor ő neki meg lesz egy farka, amire majd ráléphetek. Aki nem ismeri, Noragamiban a Csajszinak ugye van egy macska farka, amire időnként jártó rálép azért, hogy kordába tartsa a Csajszit. Igen. De, és ez nem is egy farok igazából, hanem az a, amivel össze van kötve a lelkük, nem? Nem, de a testében. Nem, mert kiszakadt a lelke konkrétan, ha jól emlékszem, a testéből. Igen. Első 6 részt lefordítottam. Az is fönt van a szerverünkön, de sose fogom befejezni szerintem. Ó, én imádtam körülbelül egy éjszaka alatt ledúzeroltam. Norbi tudja a dörgést. Volt egyszer egy srác, úgy hívták Lacika. Jaj, az egy jó szem. Majd van tovább. Szóval... Hide, Yoshi. Akkor vedd le a pontot az elejéről, más nem tudok mondani. A pont előtte? Aha. Aztán már. Oké. Te ABP-nek a Facebook oldal az átmegy képcsatába. Nem baj, kell valami aktivitásod. Kezditek? Akkor beszállok. Kell valami aktivitásod, mert egyszerűen nem csinálunk ott semmit. Jár a trap. Jár a trap. Igen. Az alá kezdődött most a... Majd kell csinálni egy ilyen Jax-es képet, hogyha már annyira mondjuk, hogy jár a Jax. Jár a Jax, az. Akkor Jinx így amorfizálódva kekszé. Akkor már várjátok, átlépek a saját nevemre rendesen ott, és akkor már úgy fogom nyomni, nem az ABP-s alatt. Nyugodtan hallom. Igazából olyan, csak írjuk oda, hogy kiposztolta a képet. Persze. Úgy a poén igazából, hogyha látjuk is, hogy melyikünk volt az állat. Amúgy a Facebook az kiírja nekünk, hogy kiposztolta a képet. Mit? Nekünk kiírja, de nekik nem. Hát nekik nem. De zárójelben Ritz, vagy Haku, The Princess. Ogyó szeme. Egy himes szeme. Az. Ne! Egy nagyon durva ötlet jutott eszembe. Ismerünk egy himes szemát, ugye? Ori hime. Nem fogok Orihiminek öltözni. Nem. De mondjuk az arcodat ráfotosom. De akkor azt a szveges, ami most van kint nekem profilképként. Akkor azt. És tudod, mit lehet, hogy erre Norbi lesz megkérve? Kérd meg. Te szépen is meg tudja csinálni. Na, Norbi, az a Slay, add volna a feladat. A mai nap csináld meg Orihimét, úgyhogy rá van photoshopolva Haku feje. Ismerősök vagyunk Facebookon, szóval nyugodtan keres profilképek között. Amit jónak lehet. És ez meg lesz. Jaj, himeg otthon. Ne, megint. Te lesz trappolva a Facebook oldalunk. Nem baj. Mondom, kell valami aktivitás. Tessék, vár.
Egyébként, hogyha ki tudjuk húzni 8-ig a streamet, akkor még Vinus is fel tud jönni. 8-ig? Aha. Ő 8-ig dolgozik. Vagy mi van? Lehetetlen. Másfél óra még. És akkor kezd el hazaindulni, nem? Ja, de szerintem egy durván fél óra alatt hazaér. De akkor fél 9. Mindig. Csak most így eszembe jutott, hogy látom fent Facebookon. Na? Halltó a dolgot. Én már most meg akarok halni. De jó. Na, törölsz a kértesítővel. Én is. Táj. Smoke weed every day. Kb. Vágod, hogy a livestream az most egész arról szól, hogy ez elején normális téma, aztán így elkezd így zuhani. Persze. De... Ezt mondtam az előbb is. Beszéltünk egy ilyen fél 3-4 órát. Van normálisra, aztán ennyi. Ez jó. Voltam annyira készen, hogy betekelted a haverjaid, vagy a haverodat is le akartad szívni, és akkor rá Jászú válasz, a mai podcast után közel járok hozzá. Jaj. De tényleg egyszer be kéne tépni, és akkor csinálni egy ilyen livestreamet. Én nem. Múltkor olyan szörnyűen betéptem, hogy nem. Többet nem akarok. Hát csak egy kicsit. Nem ki annyira. Mi van? Megtaláltam a képet. Tundere Jézus! Nem azért, mert ti bűnöitek miatt akartam volna meghalni, vagy valami. Ennyire mazoista Jézus, nem? És akkor nem a bűneinkért halt meg végül, nem azért, mert annyira akarta a fájdalmat. Ja. Sóska. Ne. Tényleg, mit szólnátok ahhoz, ezt így kérdésnek a nézők felé, hogy boncolgatok tovább ezt a magyar anime dolgot? Akarjátok, akkor írjátok meg. Van ötletem. Még pedig. Horti Collection. Aj. Ja, majd ott lesz a D-kanyar. Meg
mit tudom én, Frank Rákóczis, vagy Rákóczi Vicsis. Meg... Nora Gömbös. Nora Gami után Gömbös Gyulával. Jó. Akkor mi legyen még? Kossuth Szamárpi. Berserk X Toldi. Berserk X Toldi. Akár... Alchemist Magyarország. Vagy Berserk Vitt Petőfi. Az azért kevésbé elképzelhető. Miért? Petőfi, mint Berserk? Hát igen. Kicsit Mikhaj volt hozzá. De az lenne benne a poén. És nem egy hatalmas karddal kezd el aprítani, nem. Lúttollal! Majd varázsszavakat ír fel a levegőbe, aztán lúttollal. Akkor már miért nem egyből Mahó Sógyó Petőfi? Hű, az egy durva lenne. Kantai Hitler Collection. Okay, az már túl durva lenne. Ráján. Az már túl durva lenne. Mahó Sógyó Petőfi azt mondja, hogy a haza és a szabadság nevében megbüntetlek a nemzetiesség frizbiével. Ez jó. Bátyám, már látom, hogy... Király jött le. Vagy ha de annak az előzmény, akkor már legyen az, hogy Hunyadi Bars. Ugyan Mátyás király. Ja, vagy a Hunyadi Álvasos. Ja. De azt is föl lehetne dolgozni, Ardol, amikor a Mátyás várat. Megcsináltak a magyarok, szarból építettek várat. 1421-es Nándorfehérvári első ostrom alkalmával szarra tapasztottuk be a lőtréseket a várfalon, aztán fölázott az egyik esőbe, büdös lett, mint a rasebb, és a törökök elmenekültek a szaktól. Mekkora jó ötlet! És ez tényleg megtörtént. Biofegyverek a középkorban, ennyi? Hát megcsináltak, hát dobáltak át a várfalakon, ugye belül itt próbálták terjeszteni a pestist is. Persze, meg hogy a csata előtt a kardokat lószajba rakták, amit... Olyan is volt, meg megáldották a fegyvert. Tényleg, akkor... Plusz tisztalatom is. Ja, mit tudom én, pap megáldja a fegyvert, és akkor hirtelen fölcsillan a fény, és akkor egy mennyei hang az égből, buff, power up! És akkor elosztatja a skill pontokat éppen, amire akarja. Ja, törökverő pont. Ja, és ilyenkor nincs itt Dante, szerencsétlen. Ilyenekről marad le. Hát kell neki LOL meccset nézni élőben. Ja, kell neki LCS-t vezetnie. Meg Stalin und Panzers. Micsoda Stalin? Stalin und Panzers. De Ritz, a The Interview-t azt megnézted már? Milyen interjút? Hát a Sony-nek a filmjét. Ja, azt nem. Ó, nézd meg, nagyon vicces, nagyon tetszett nekem. Gondoltam rá, hogy majd megnézem, de egyelőre valahogy nem éreztem rá készítést. No, mikből lehetne még? Az a probléma, honfoglalás kilőttük, akkor lehetne mondjuk... Tényleg egyszer beszélgettük IRC csatornánkon nyilvánosan az RFS-nek, még valamikor tavaly nyáron. Tóhósított István Koppány háború. István lenyom egy Master Spark-ot, és akkor így hirtelen a Koppány seregek egy hatalmas fénycsóva keretében eltűnnek. Hát... Ugye szintén ilyen Mahó Sógyó alapra. Mahó Sógyó lirikál István király. Motoharu Flashnek volt egy jó ötlete. Már látja is Mátyás királyt, meg a Power Suite-ban írtam. Felolvastuk már. Ja, igen, jó, oké. Okay. Neked viszont üzenem, gyere föl Steamre. I'm gonna poop your ass. De most akarsz neki elnézelni?
Igen, ne, most kell meg neki állni, ízélni. Haj, szívezni, hát le van égve az agyam. És? Hát, szóval széjjel fogsz verni, igen. Mondjuk így is, úgyis. Most fogunk játszani először, úgyhogy lehet, hogy egy két értekes kommentár be fog figyelni. Jaj. Mm-hmm. Közben megnézem, hogy hogy lehet, azt tudom, hogy valami... Pitboss, a dedicated server. Ez is jó. Megnézném, ahogy mondjuk Toldi Miklós egy titánnal verekszik. Az a baj, hogy Toldi nyerne. 3D gear nélkül vagy, vagy azzal? Nekem nincs egy gear hozzá. Megfogja a titánnak a lábúját és földhöz. Az az imány, igen. Igen, tényleg. Nagyon rossz. Az baj, hogy Toldi mindent ver. Szóval... Toldi az Uber. Toldi jobb Chuck Norrisnál is. Hát Toldi a magyarok Chuck Norris-a. Hát jó. Ja. Mert az a... Hogy hívják a barátok közt a gyereket? A Zsolti? Nem az Berényi. Berényi. A Berényi Miki. Ah, ő a magyarok Chuck Norris-a. Mert ő a KFT. Itt is charm. Jó. Meg minden túlél. Rálőnek közvetlen közelről a szívére, túléli. Ja. Keresek egy... Addig közben elkezdek hostolni. Nem, most lépek be Steam-re. Jó, jó. Még egy ide úgyis ki akarom választani. Csak az alapjáték van meg neked, vagy van ma hozzá valami kiegészítőd? Csak az alap, azt hiszem. Jó, akkor... Mert nekem csak hogy hívják van hozzá, map csomag pluszba. Hát egy Genghis Khan-os, nem? A Scrambled Pack, meg a másik. Úgyhogy szerintem valami normál, olyasmit választok, ami az alapban van benne, mondjuk... Legyen fraktál, az úgy jó. Nem dual kéne? Erre meccsik boton, aki fraktál. Nem kap botont. Ja. Dante? Jaj! A überség mértékegysége egy Toldi. Well played. Látom, fölkeltettük az érdeklődéseteket, hogy melyeneket jöttek elő, nem mi. Toldi szeme. Toldi szempály. Nem. Toldi tájcsó. Igen. Ja. És akkor Toldi nyom egy bankai, és akkor egy malom kömeg. Fél magyar, fél japánul föltájcsó. Jaj. Malom kő. Vagy várjál ez a... Hoshinono malomkő. Áll, nagy kevélyen is. Suhan malomkő, suhan! Nem ez a áll nagy kevélyen, és akkor így Gates of malomkő. Mint a Gates of Babylon. És így malomkövek jönnek kifele belőle. Hülye, és az alap sikály az úgy néz ki, mint egy ilyen nagy petrencer úz. Végre betöltött ez a retke. Oké, szekvenciális. Gyertek cívezni. Na? Hogy hívják? Oké. Ne legyenek nyugodtan barbárok. Legyenek ősi dolgok, stb. Rendben. Akkor elkezdtem egy sőt tartani a hoston, lokál szerveren. Duelben. Paszkesz, hogy standard? Mire kell nekem menni minden? Jassza, jól nem hiszem az... Nézd végig valamennyiben, ott van az, hogy ugye internet vagy lokál network, és lokál networket használtam. De elvileg... A lokál networket én azt nem fogom látni. Már jár, de... Elvileg úgy van hostolva, szóval... Már itt van, Pitboss nem is van. Nem, a Pitboss nem használom, az hosszú alapú. Van. Nem tudsz behívni? Azt nézem. Nyitás, nyitva van, bárki befoglalhatja. Na jó, visszanézem, hogy hol volt. Akkor megyek internetre. Egyébként, ha elkezdtek játszani, akkor lehet, hogy le kéne lőni a streamet. Beállítom újra. Hagyjad csak.
Közben úgyis animézünk majd. Jó, game name. Privát, hát igen, nem privát, állítom, hanem. Na, Phoenix, mondjon. Vagy Phoenix, mindegy, Blaze, kész. Ja, Arma. Cse Arma. Oké, okay, megvan, megvan egy csinálva. Milyen neve? Hakuverő. Gonosz vagy. Én? Ja. Mit válsz? Miért egy démon az avatárom, szerint? Jaj, vissza, rosszra mentem. Hakuverő, előbb megvolt a hakuverő, de már nem láttam. Na. Most nincs. Jöve. Join game. Legalább japónokkal vagy? Még random leaderre vagyok állítva. Na, benn vagyok. Oké, okay, beállítottad magadnak egy random leader, vagy te is inkább randomozol? Én is randomozok. Oké, okay, akkor... Mehet. Várjál. Oké, okay, config. Várjál, hol van az indítás. Invite save game. Igen, quick comba. Te látsz valahol indítást? Sehol. Ja, várjál. Redizem kellett volna. Aha. Ja, közben megnézem én. Aha, oké. Ja, oké. Okay. Igen, ez amikor az először cipötözünk. Goldion malomkő. Az is jó. Nem tudok beszúrni minket. Na, csak streamelni kéne ezt, hogy játszunk. Elvileg meg lehet az, én ezt ismérőseink tudják. Ó, szerintem a földbe leszel döngölve. Miért, kit kaptál? Bismarck. Nagyon csúnyán. Te kit kaptál? Harun al-Rashid. Arab. Ó, arabok. Gyerekek, újra játsszuk a második világháborút. Ja, vannak tevési jelszaim, és tudok bazárt csinálni. Mekkora jó már, nem? Ja. Hogy hívják ott? Tudok. Ugye nekem páncerek vannak, meg láncskneltek. Láncsások. És túl jó helyet kaptam, túl jó helyet kaptam. Egyébként megjegyzem mindenkinek, hercegi szintű a nehézség. Micsoda? Hercegi szint. Én játszottam hercegi szinten. Én bejátottam egy plusz. Én csak hercegnői szinten vagyok hajlandó játszani. Hercegnői. Sajnos hercegnő nincs benne. Armani, én is tudok linket beszúrni. Isteni van, meg halhatatlanok. Az a kettő legerősebb van. Hát az a herceg is durva lesz. Hát a AI azzal fog menni, tehát a barbárok erőszakosabbak, a... Hát igen, erőszakosabbak, nehezebben lehet őket kiszedni. Hát a... Arma, mondanám, hogy küldj egy linket Hakunak, de... Küldött neki egy linket, csak nem is tudom belerakni. Goldion Hammert akarja. Hát jó, de azt, hogyha elmondjuk, akkor úgy is lehet. Hát küldöm neked a linket akkor. Kiment a... Itt már szanaszélye vert, mire vissza fogok menni a játékba. Nem, szekvenciális. Tudom. Ott van a hangjel, ott van a rögtön. Jó helyet kaptam. Na, szóval most azt streameljük, hogy Ritz milyen mértékben fog engem megverni. Berlinnel hogy fogja bevenni Mekkát? Konkrétan Mekkával vagyok most. Mit? Ja, az úgy volna jó, hogyha nem telefonról lenne. Ja.
hogy viccesebb lenne. Mert akkor még lehetne látni is. Vagy legalábbis nem tudom, hogy csak én tudom megosztani a képernyőt, vagy ti is. Hát ha adsz engedélyt, akkor meg tudjuk osztani szerintem. De be tud lépni egy másik Google account-tal. És azzal tudja osztani, ha akarja. Norbert írja közben, lassan elkészül Himecsán. De jó lesz. És ez lesz az új avatarom akkor itt? Uh-huh. Ezek. Jó, nem tartalmazhatnak linket. Akkor azt mondom, hogy ketté vágom a linket. A http://2.per/, ezt vedd ki belőle, azt mindenképp ki kell venni. Igen. Aha. És tényleg. Rész, te mit húzol először? Én az állattartást. Én most, hogy hívják ott bányászatot? Hát jobban jártam volna én is azzal. Nem. Hát nekem most konkrétan a környékemen nincsen állat, úgyhogy kár is. Bányát kaptam. Így sem tud megosztani én sem, úgyhogy nem lehet linket megosztani semmilyen formában. Ez így, az én vagyok. Oké. Okay. Most már két kör maradt hátra. Hát maximum az én képernyőmet tudom most megosztani. Ja nem, az állattartásban maradt két. Tudom, csak én itt közben válaszoltam a streambe a kérdésre. Vagy nem kérdés, hanem mondatra, hogy szívesen látnának egy monitort is azért. Mert az enyémet tudom jelenleg megosztani. Te engem a barbárok, van egy alap harcos egységem, a barbárok simán kicsinálnának. Nyugi, engem is. Nem merek mivel explorolni. Én azokkal explorolok, szóval. Tudom, én is a warriorokkal szoktam, de... Kuventet építek, hogy a kultúra fejlődjön. Nem tudok rámenni a képernyő megosztásra. Nem ad be semmit. Uh-huh. Elvileg most nemrég stabilizálták egyébként azt hiszem a Steamnek a broadcastjét. Hát jó, hát ez nem a YouTube-on van. Igen, az néznek a... minket. Nem tudok mi sem lenni. Én is nagyon szeretném, hogyha így valamennyire össze lehetne kötni a kettőt, és nem csak így, mit tudom én, Twitch-en, meg mit tudom én, min keresztül. Lehetne elérni. Akkor lehet, hogy csak én tudom berakni megosztásra a dolgokat. Ja. Ja. Én most konkrétan körbenézek a falvam körül, és csak annyit csinálok. Én próbálnék bármit csinálni, de nem akarnak mozdulni a harcosaim. Pedig automatára voltak állítva. Félnek kimenni. Hát kb. Itt vannak a barbárok előtt, a barbár tábor előtt vannak éppen, és nem... Buták ezek, mert meg akarnak halni inkább. Hát ezt a barbár tábort legalább két adag harcosra kéne megölnöm. Hát, jó. Ja. Minor defeatet írt nekem. Na, meg ugye eléggé. Mert föl lehet hozni. Attól függ mondjuk, hogy mi van a barbártában. Ha egy domptetőn, akkor ugye az nehezebb levenni, mint... Domptető aljában van, egy kicsit magasabban van már. Aha. Akkor az gáz, ha te lennél a domptetőn és úgy mennél le, akkor sokkal könnyebb lenne neked, ugye? Hát jó. Engem nagy tenger lesz körül. Legalább egy oldalra tudtad magad védeni. Nem. Igazából. Annyira azért nem. Bár... De, igazából. Mert tenger felől vannak a izéik is. Jaj, ne rám támadtak a barbárok.
Nekem is előkerültek. De így, így valamiért Victorit ír már. Hát, hogy megjelenem őket. Victorit ír az egy közelihez. Bónusz versus barbárianok 33% plusz, és a termi az nekem 25% csak. Bónusz versus barbárian az 33%, terrain modifier plusz 25%. Na mindegy, én azért elkezdem kifejleszteni az íjászokat, még az is jól jön. Hát jól jönne, igazából. Nézzük. Én scoutot csinálok inkább. Az két kör. Három. Két kör, három, illetve hogy hívják, jóval nagyobb területet lát be. Jó. Jobb is. Szeretek civezni. Az egyetlen egy olyan stratégiai játék, amit szeretek úgy rendesen. Na most mondjuk már nekem Minor Defeat-et ír. Jaj. Hát én nekem sikerült megölnöm őket. Elfoglaltam. Megyek az erdőbe. És neki kezdek a első, hogy hívjáknak, politikának. De már ott tartasz? Megkaptam az elsőt. Plusz 4 van körönként. Nekem plusz 3. Na jó, szerintem lelövöm a streamet. Jól van. Hogy érzed? Köszönjük hát, szépen, hogy itt voltatok. Úgy beszélünk, nem jó. Ti civeztek, úgyhogy... Meg úgyis, majd most adás után benne... Mondjuk, ahogy nézem, neked több a pontod most, Haku. 65 van, mi nekem 56. Egy ember, úgyhogy... Köszönjük, hogy itt voltatok. Következő adással majd valamikor jelentkezünk. De ugyanígy pénteken, az biztos. Illetve a jövő héten elképzelhető, hogy föl fog kerülni egy videó is. Videó? Ami nem podcast lesz. Hanem videó. Ja, minden jó. De jó. Sziasztok! Sziasztok! Lászok, de jó. Ha tetszünk, akkor iratkozzatok fel a csatornára, vagy lájkoljatok bennünket Facebookon. Nem, ha tetszünk, akkor iratkozzatok le a csatornára, és diszlájkoljátok a Facebook oldalunkat. Nem. Iratkozzanak fel, és lájkoljanak, az a jó. De az annyira snasz, mindenki ezt mondja. De akkor fordított pszichológiával kell neki menni, Dragon. Iratkozzatok le, és diszlájkoljátok az oldalunkat. De már akkor a trollok megcsinálják. Na jó, sziasztok, srácok. Tegyetek jó. Sziasztok.